amelyik mi hozzá veszünk, amelyik mi az állapotokat. Ez költséget, hogy mind elvesztük. Igen, persze, persze, nekünk ez benne van a költségvetés mögött. Szerintem több pénz van tervezve, mint amennyi. Igényes most. Én most nem emlékszem, de most a számot, hogy amit a nagyobb számunk volna. Azért, hogy ezt nem tudom megmondani. Hát szokott visszajönni, visszautalás pénzbe, tehát átutaljuk, mert valamennyit előre kell utalni, és akkor utána visszautalják, hogy itt a kiesett, és akkor... Volt tervezve, akkor el tudom mondani, hogy volt tervezve, azt tudom, és... Én azt mondom, hogy mi a folyamatosan évek óta annyi. 1.300.000 valamennyi az, ami... És az előző évekhez képest a létszám? Nem drasztikusan, mert 2012 körülményben 43 volt, és akkor ugyanolyan szépen volt egy kicsit vissza. Tehát eddig az volt ugye az elosztásnak az alapja, hogy annyi pénz, hogy mindenki kapott. Ugye? Jól emlékszem, ahogy beszéltünk. Azt mondta a Fekeres József polgármester úr, hogy őnek lenne egy olyan javaslata, hogy úgy számolok, húzunk egy vonalat, a mindenkori érettségi nyugdíj 2,5-szerese egyfőre elosztva, ez olyan 71.250 körül van, ő ezt javasolja. Azt kérte, hogy mondjam el a bizottságnak, hogy ő úgy gondolja, hogy ez a jó, de természetesen a bizottság ötönthet másként, vagy esetleg más szempontonként is dönthet. Ez alapján hány nevesnek ki akkor? Hát kivesnek, hogy 10 de köszönöm, hogy 2. Mindjárt mondom pontosat, 1, 2, 3, 4 emberes végén. És itt valahol, hát azért az volt a javaslat, 5. Mennyi a legalsó is, hát már 3. Ja, igazából igen. Én egyébként magamban azt gondoltam, hogy ezt úgy tényleg rágjuk már hát olyan szempontból, hogy elenyésző, végülis amíg kiesik, hát most tudom, ez az ők most elenyésző, sem, meg egyébként is ugye csökken a létszám, meg azért ugye ez a számolás, hogy egyfőre eső mennyi, meg mi alapján, ez azért, ha tudják, nagyon az olyan vállalkozó világban nem teljesen korrekt, mert adhat egy vállalkozó magának minimálbért, és akkor már egyből nagyon kevés az egyfőre eső, holott van egyéb irányban jövedelme, vagy máshogy ehhez hozzájuthat ehhez a pénzhez, aki vállalkozó szférában dolgozik, ezt nagyon jól tudja. Tehát ha így nézzük, akkor ez a fajta határvonal meghúzása, ez már ilyen szempontból sem korrekt. Aztán, ha jól tudom, van néhány olyan ember, akinek a nagymamánál lakik, na most ennek utána járni, meg lekörnyezni, hogy most én lakik, vagy csak be van jelentve, nem tudom, hogy ez már mennyire jó a dolog, de mondjuk, aki van olyan, ami tisztességes, hogy nem jelentkezik, tehát a nagymamához, és minden beval, és még tanítatja is a gyerekét, azokat meg szerintem ne büntessük meg. És esetleg nem tehát az én megvagyom, igen, én is. Van kirívó nagy, igen. Nem is érkezik. 123 ezeres, és egy 102 ezeres van, aki 100 fölött vannak. A többiek azok 100 alatt, még egy 96 ezer forintos van. Az új számok hozzátartozik, amik, hogy azok önkormányzatok nagy része azért felfúzza a határ, bizony barna sok helyen, ahol sokkal lejjebb. Tehát öregségi nyugdíj, mondjuk, vagy ennek a kényszeresen mondjuk, tehát ez csak az hoz, hogy tényleg úgy tudjatok mondani. Igen, tehát az... Én azért vetettem fel ezt, hogy mi volt, mit ajánlott a polgármester, mi van más önkormányzatoknál, hogy lássátok, hogy itt lehet így vagy úgy dönteni. Ez a bizottság feladata. Úgyhogy a véleményét mindenkinek várunk. Én úgy érzem egyébként, hogy ha megtehetjük, támogassunk minden olyan diákot, aki tovább akarta volna ezt a 3000 forintot.
biztos nagyjából tudjátok, hogy milyen tavadiákoknak szerintem, vagy gondolom, hogy ez más, mert... Hogyha belefér, meg egy csökkenő tendencia, akkor szerintem azt is kellene nézni, hogy úgy távolassuk őket, tehát nem csak azt, hogy... Környezet szóval majd nem végezni, tehát itt vagy amit ír, azt nem... Azt még lehet végezni, tehát ez most azért született, mert nem kezdem le 8-ig kell megcsinálni, tehát hogyha most azt mondjátok, hogy azt a 2-3 embert, aki úgy van, hogy környezetben is, tehát hogy valóban ott lakik el, azt még meg lehet tenni. Azért, hogy most itt van egy, ez a 123-es tudom, hogy egyedül nevelő a gyermekét, a fél apukája meghalt. Ő árva, igen, tehát neki az árvasági nyomja meg az egyfélesség. Tehát szerintem, bocsánat, csak pont most ezt ismerem, ezt a dampukli hölgyet, tehát azért mondom, hogy az ott a nagy segítség még ez is. Igen, tehát azért nehéz dönteni, hogy kisebben mondtam, hogy vannak ilyenek. Én önmagában szép dolognak tartom azt, hogy valaki vállal mindent és tanítatja a gyerekét, megtolja tovább. És vannak itt néhányan, akik gyűlöljárnak, és az is tudják, hogy ez nagyon szép dolog, és azzal, hogyha kapja ezt az összeget legalább egyszer az anyag Budapestről egy hónapban, annak az árát fedezi, tehát ilyen szempontból is lehet számolni. Én legalábbis én is így látom, mint világ, hogy én is inkább ilyen értem. Igen, azért magam már hárma, tudom, hogy néhányat állítani, akkor az pont nem. Ő nem vizsgálja, ami hozzáteszik, akkor ő nem vizsgálja. Nekünk utána kötelességünk fizetni, de vizsgálni nem vizsgálja. Csak olyan gondolkodhatunk, hogy később, hogyha majd nagyobb őrűen ez a létszám, akkor ezt most, hogy tanével érintéljük, ugye, hogy én sem vagyok, egy tanév lesz, hogy ide vagyok a végszám, tehát a jövőre a tervezésnél. Azt érzem, hogy a kirívó ki az, aki vésre. Hát ez az árvai, ezt mondom, hogy most a vésre, mert az árvai egy évben kézzel, de a vésre, mert egy évben kézzel, de a vésre, mert egy évben kézzel, de azért ez is hozzásban tudjuk az érvényeset. Mert azért akkor most jövőre nem tudsz határt húzni. Jövőre miért nem? Hát azért, mert akkor megint, vagy sem tudni tudsz. Hát akkor azt nekünk, hát akkor a végre. Hát akkor a megmarad nekünk. Illetve van néhány, amiről még mi beszélgettünk, úgy külön, akik második diplomájukra csinálják, tehát hogy mi ezt, ugye ezt beszélünk, hogy ezt kell. Nem, 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 teljesen másik irány, teljesen más. Még ezt tűnt úgy szemben. Igen. Amikor ezt nézegettünk. Tehát ez a két rész, amit úgy el kell dönteni. Igen, az talán nem jó szemben. Igen, az teszi el az. Mert akkor esetleg egy ilyen, tehát ott az, hogy ilyen esetikről megszerzés. Hát, hogyha két könyvben, ha ezt azt mondják, akkor én elvállalom. Pedig oldalát. Sok ilyen magas. Elválasztottam, csak kivettem az elválasztómat. Bocsánat. 91-esek voltak, ugyan, akkor meg 89. Akkor... Igen. 89-esek is. Tehát megjegyzem, az sem kizáró feltétel, mert a kizárókok között nincsen. Tehát itt szociális alapon lehet elméletileg. De másodban olyan kevesen vannak, hogy én ezt... Igen, engem is lesz, hogy kevesebben vannak, mint voltak, és ugyanúgy megvan. Tanuljon legalább meg. Igen, én nekem is az a véleményem, hogy ne húzzunk a határt. Én ezt tudom.
akkor hozunk. Adta, és érvényesnek szólalom, amikor rögzítem be, akkor mindenki. Jó, tehát akkor ezt szavazzuk meg, amire csak meg kell szavazni, hogy szabjunk el határt, vagy sem, ez merül fel, igaz? Vagy anyagi, vagy pedig másodikoma tekintetében. Akkor kezdjük már itt a fő dologgal, hogy kiszavaz arra, hogy mindenki kapja meg, és most már szabjuk a határokat. Akkor négyen éven elszavaztunk, akkor már mondom azt, hogy ki nem, és kit hasztoztam, azt mert hogy nem vagyunk. Akkor ez így elvőtt. Köszönjük szépen a tájékoztatást, Irénkének már jól valami is elmegyük. Egy rövid információt az Irénkben az újságból tányon kaptam, tányon így. De már nem a képviselőt is lehetünk. Tesei? Te mit mondasz? Nem, de képviselőt. Bizonyosan. Ide lehet is jól lehetre, akkor ő a kedves kollégám. A második napi rendi pontunk intézmény vezető megbízásával kapcsolatos vélemény. Itt a folyosón, te annyit elég hozzá, hogy itt a folyosón történt beszélgetésből a Vaskó képviselő úrtól és a Nekerésőző polgármester úrtól azt hallottam, hogy nem volt korrekt ez a véleménykérés a Kliknek, mert hogy információt, illetve szempontokat nem adott hozzá, hogy hogyan értékeljük a igazgatónőt. Nekem a személyes véleményem az, hogy ez lehet, hogy így van a törvényben, vagy rendeletben, mert valóban nem adott a Klik információt, de hogy az igazgatónő 2013. január 1 óta tartozik a Klikhez, illetve az iskolák. Tehát addig az önkormányzat alkalmazása lehet, ugye akik itt ülünk, valamennyien egyedül Gábor nem képviselőként, de Gyula is bizottsági tagként, mi meg mi ketten pedig testületi tagként végigkísértük a munkáját. Számos beszámolót hallgattunk meg, évente legalább egyet az iskola működéséről, és több szempontból is, tehát nem csak a pedagógiai programját ismertük meg, ha most ugye itt a szempontokról, az értékelés szempontjairól beszélünk, nem csak azt, hanem az iskola gazdasági működését, a tanárokkal való kapcsolatot, illetve azoknak a számát, működését, pedagógiai programot. Tehát én azt gondolom, hogy egy iskola működéséről áttekintő képet kaptunk a beszámolókból. Ez az egyik dolog. A másik, mi történt 2013. január 1 után? Részben közöttünk dolgozott, és tudjuk, hogy működik az iskola, mert halljuk. Részben az elmúlt évek újságaiból, mert az elmúlt év nyíltaneki újságából is olvashatjuk. Részben pedig maga a Klik tüntette ki az igazgatónőt, tehát én úgy gondolom, hogy ezzel is számolni kell, hogy ez a január 1 óta úgymond fenntartó, már júniusban, ugye ez június hónapban volt az másfél évvel. Másfél évvel kapta a kitüntetést másfél évvel rá, tehát elismerte a munkáját. Én még bekértem a szülőnek a közösségnek is a véleményét, ez egy abszolút pozitív kicsengésű egyoldalas levél. A Szabó László, a szülőnek a közösség vezetője azért nem tudik lenni, mert kórházba került időközben. Valamit műteni fogják, és már nem tudott eljutni. De itt van a kezembe, ezt próbálom olvassátok el. A szülők maga közösség elégedett volt több szempontból, és gondolják, hogy nagyon színes iskolai programok a gyerekek fejlődésére szolgáltak. Külön kiemelte, hogy nagy szerepet kapott az egészséges testedzés, a sport, tehát a Diák Sport Egyesület munkája, tehát erről szól ez a kis írás, hússátok majd át. Én ennyit szeretem volna elmondani, én azt ajánlom most a bizottságnak, hogy ezeket a szempontokat, amit én elmondtam, vagy ezeket a tényezőket, hogy gondoljuk át, és úgy tárjuk a testület elé, hogy ugyan a Klik nem adott meg támpontokat, vagy szempontokat a véleményezésre, de mi tudtunk alkotni, vagy nekünk ez a véleményünk, és ezt kérjük mondani.
köszönöm szépen. Attól függetlenül, hogy nem voltam képviselő, egyrészt beosztottként is dolgoztam az intézményvezető asszonynál, később pedig ugye, mint munkatársként. Nagyon egyetértek a szavaiddal, én is azt gondolom, hogy tudunk megfelelő véleményt kialakítani, hiszen köztünk dolgozott, dolgozik, és azok a tények, azok a statisztikák, amit itt a tájékoztatóban olvashatunk Magyar László alpolgármester úr tollából, azok mindezt erősítik meg, hogy a gyermek létszámban, úgy azokban az eredményekben, azokban a tényszerű eredményekben, azokban a pályázatokban, amelyeket készített a tantestülettel közösen. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt években felvirágoztatta az intézményt, és egy igazi lendületet adott az iskolának. Nagyon jó kapcsolatot ápolt a többi intézménnyel, úgy az óvodával, mint a szociális területtel, és amit nagyon lényegesnek tartok még kiegészíteni, nem csak iskolaigazgatóként dolgozott a településen, hanem részt vett a kulturális életben, a közművelődésben, illetve a nyíltelepi sport életben is. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen intézményvezetőkre van szükség, akik nem csak egy területen, hanem számos területen holisztikus szemlélettel tudnak nyíltelepien dolgozni. Úgyhogy, és talán ez lehetett az eredmény annak is, hogy a Klik kitüntette, ugye említettük, hogy a Klik kitüntette egy kiegészítés. Ha jól tudom, 10 intézményvezetőt tüntettek ki a tankerületben, a 40x közül, tehát ezt is 47 közül, tehát ezt is fontos kiemelni, hogy nem mindenki kapott ilyen kitüntetést, hanem egy szűk réteg volt 46 közül csak 10-et tüntettek ki, úgyhogy azt gondolom, hogy erre is büszkének kell lennünk, és ettől nagyon véleményezés a Klik részéről nem kell, mint egy kitüntetés, úgyhogy én mindenféleképpen támogatom. Köszönöm szépen. Hát egy szép összefoglaló, amit jól lehet, hogy összeszedettetás, és egy kicsit, mint megengeded, akkor ahhoz, hogy teljesen fölkészültek legyünk, vagy egyáltalán, tehát én egy kicsit bennem az is, ezek a dátumok. Tehát miért most kell tárgyalnunk, ezt én ezt szeretném tudni. Tehát nem tudom, hogy tud-e valaki erre válaszolni. Akkor segíts már ebben. Én is utána folytatnám tovább. Jó, akkor majd nem eresztem. Igen, ezt. Tehát a 2015. július 31-ig éve a szerződésem. Ekkor fog lejárni. Azt, hogy a pályáztatási rendszert kiírják, az úgy szokott működni, hogy január-február környékén a Klik kiadja, tehát elindítja az intézményvezető pályáztatási folyamatát. Kiírja a feltételeket, van egy hónap, amit itt régebben ti is csináltatok testületi szinten, tehát az önkormányzati szinten. Igen ám, de a törvénynek ad egy lehetőséget arra, hogyha az intézményvezető a második ciklusát kezdi meg az adott intézményben, akkor ettől a pályáztatástól el lehet tekinteni abban az esetben, hogyha a nevelőtestület és a nevelőtestület kétharmada, illetve a fenntartó egyetért azzal, hogy támogatja a támogatással. Támogatja az intézményvezetőt. És most ennek a folyamatnak meg kell előzni a pályáztatást, és ez december 1-jéig kell Budapestre felküldenie a Kliknek a saját véleményét, mint a fenntartónak, a helyi tankerületvezetőnek, a nyíregyházi tankerületnek. Ő már bekérte az intézménytől, a nevelőtestülettől a határozatot, hogy megtörtént a nevelőtestületi szavazás, ahol 78%-ban támogattak, tehát a kétharmados többség az jóval felette van, illetve bekéri a Klik az intézmény tudta nélkül, tehát én igazából nem is tudok arról hivatalosan, hogy a működtetőtől is egy vélemény. Most ha megkapja, ha nem kapja, ha igen kap, ha nem, tehát a döntéstől függetlenül ő neki kötelessége véleményt nyilvánítani december 1-ig, és azt a szószínűs, tehát a de nem nekünk az önkormányzatok kötelessége.
hiteles. Nem. Ha az önkormányzat nem dönt, az több mindegy, hogy mit dönt az önkormányzat, úgymond neki akkor is véleményt kell nyilvánítania, attól ő nem fog csak. Most, bocsánat, csak szeretném megérteni azt a harmadik pontot. Nincs jelentőség annak a harmadik pontnak. Tehát, hogyha ott nem tehát azt mondja, nem tudom pontosan, mit jelent, az, mi volt az a pont, a harmadik pont, ami volt pontosan meghatározva. Halasztó hatája nincsen ennek a döntésnek. Tehát itt most akkor is fog a klik valamilyen határozatot hozni. Ön a határozatot ad Budapest, Budapest felé. Budapest felé, tehát vélemény, nyilván itt Budapest felé. Aha. És ott, hát elvég... Tudomásul veszik, illetve... Így van, tudomásul veszik, elfogadják, és akkor január-februárig, vagy lehet, hogy a decemberben, itt már visszajön az eredmény, hogy igen, ezt elfogadták. Tehát amit a törvény mond, az az, hogy a nevelőtestület kétharmados többsége kell, és a fenntartó támogatása. Működtető sehol nincs még jelölve. Csak kikérik a véleményt. Tehát a jó kapcsolattartás, meg minden. De ki kell kérni. Jó, értem. Értem, csak én ezt a harmadik bizonyos pontot nem értettem, mert akkor ez így okafogyottá vált ez a harmadik pont, mert nem köteles neki adni a klip az önkormányzatnak szempontokat, vagy információt nincs. Tehát ez nincs sehova írva. Az le van írva, hogyha a... Hogy a kötelesebb nélkül. Nem ezzel kapcsolatban. Hát oda van leírva a harmadik bekezdésben, az szó szerint egy törvényszöveg. Tehát, hogy a fenntartónak milyen, minden olyan információt hozzá kellene tenni a véleményezési joga a rendelkezők részére. És magyarul most ő nem adott nekünk. De most ez... Nincs elmás. 15 napon belül, az is oda van. És ha nincs információja, nincs információ. Tehát ez... Az van, hogy 15 napon belül. Tehát 15 napon belül kell biztosítania, de 15 napon belül nem fér bele a december első időpontban. Ez is. Bocsánat, csak akkor befejezem már. Jó, tehát én nekem azért fontosak ezek, mert szerintem ez a vita téma. Más, én szerintem az, hogy Szilvit támogatjuk, ez én részemről nem vita téma, mert nem akarom elismételni, amit Gabi mondott. Biztos vannak javítani való, ugye lehet adnunk neki tanácsokat, lehet adnunk neki instrukciókat, de összességében, és amit engem igazából meggyőzött ez a most elintett statisztika, mert ugye mindig ez a beszélünk mondjuk, hogy ennyi gyereket visznek el, meg ennyi gyereket iratnak be más iskolába, és tényleg ahhoz képest 80%-os dolgok vannak, hát ezt nem tudom tanítani, mert mindig az volt, hogy ennyire, tehát csak a számokat ismertük, és nem volt ismert, hogy mégis mennyi. Maradék. Tehát részemről én ezt a testetülésén biztos támogatni fogom. Ez, amit én először csak mondom, hogy ez a téma, ezt kellene tisztázni, mert itt rajtam kívül lehet, hogy mással nem fogja érteni, vagy lehet, hogy érti, de most már akkor körülbelül én befejeztem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm bizottsági tagként. Akkor ugye kiment ez a anyag, én ezt később láttam, hogy ilyen több verziós anyag készült, ugye azt mondja, hogy a fenntartónak minden információt biztosítani kell. Gyakorlatilag két fenntartó volt az a ciklusban, ezt úgy hívták, hogy a nyílt önkormányzat, és utána pedig a kifelt a fenntartó. Ez úgy derült ki, hogy beszélgetve a képviselőtestület tagjaival, azt mondták, hogy nem áll rendelkezésre információ, hogy felelősség teljesen döntsünk. Ugye egy hiba történt egyrészt ugye az előkészítés kapcsán, mert 2,5 évig a fenntartó az önkormányzat volt, és közben úgy testület alakult. Hát most ez olyan részben hiba, mert ugye a hatalm a régi testület tagjai, ezt le is írtam, a többiek pedig munkakapcsolatban álltak, és én most vettem a fáradtságot, összeszedtem az összes nyírtelki újságot, és megnéztem, hogy milyen adatok állnak a rendelkezésre, aki ezt el akar mélyedni az iskola ügyeibe, és arra, olvassa az ember az újságot, de így összerakta, azért nem szokta megnézni, minimum 2 oldal, úgy átlagosan, valamikor sokkal több,
valamikor nyilván nyáron kevesebb az információ, és amit én itt leírtam, ez nyilván nem a újságban szeregettem ki, hanem ez vezetőértékelőtten beszámolóban elhangzott, mert nyilván megkértük itt az adatokat hozzá, de ha nagy fáradtságot vettem volna, rájöttem, hogy az újságban is meg tudtam volna írni ezt a hirtelek minden háztartásába eljutó újságból is annyi információ áll rendelkezésre, hogy én azt mondom, hogy felelősséggel döntetne, még aki nem volt itt az elmúlt időszakban. Ennyit a információról, hogy mennyi áll rendelkezésre. A másik dolog, nyilván a törvény szövege az hitelesen van idézve ebbe a anyagba. A klik megalakulásától kezdve én elég gyakran mondtam itt testületülésen is véleményt a magáról szervezeti keretek körül, nekem ebben nem igazából változott a véleményem. Ezért is alakult ki itt az elmúlt időszakban az a rend, hogy ugyan a fenntartó változott és az önkormányzat csak működtetővé vált, úgymond. Ennek ellenére az iskolai igazgató itt ült minden testületülésen, ott ült minden vezetői értekezleten, tehát gyakorlatilag napra, arra nem beszélve, hogy naponta volt, amikor ugye többször is információt cseréltünk, tehát gyakorlatilag a település vezetése és az önkormány vagy a képviselő testület folyamatosan informált, számtalanszor kérdezték Szilvit különféle ügyekbe. Tehát folyamatosan nyomon követtük a klik idején is a iskolának a tevékenységét. Tehát nem az a tipikus eset van, amikor teljesen külön válik a fenntartó, és annyit tudunk, hogy ott maradt az iskola, ahol volt régen, és semmi más információ nincs. Emiatt én ezt nem tartom annyira problematikusnak. Nyilván az egy más kérdés, hogy a törvény azt mondja, hogy a fenntartónak az információt oda kell adni. Ha nyilván itt én azért írtam ezt a, vagy adtam közbe ezt az anyagot, mert ugye ilyet nem írtunk, és nyilván így összeszedve táblázatban betéve az adatok azok számára, akik is, akik minden beszámolót elolvastak meg, mi fontos lehet. Tehát ebben egyrészt ugye itt a anyakészítői is hibáztak, mert nyilván a klip információja nélkül is tudtunk volna a mi részünkről adatot szolgáltatni. Ugye mi mondhatunk végül is ugye akármit, ennek ellenére születhet akár más döntés is, annak ellenére, tehát ez egy lehetőség, hogy a testület és ha nem szó szerint ilyen levél jött egyébként a kliktől, abban az van leírva tulajdonképpen, hogyha a tantestület kétharmada, illetve a képviselőtestület egyetértése, ezt a szót használja, megvan, akkor is feltételes módban a fenntartó dönthetünk, hogy nem ír ki pályázatot. De ő az egyetértési jogot és nem a véleményezési jogot írta le a levélbe, amit olvastam. Erre nincs ilyen a törvény, nem biztos, hogy ilyet. Ő egy árnyalattal, úgy ez nem, hogy legalábbis aki azt a levelet írta, túllépett ezen a hatáskör. Itt olyan, tehát nyilván a 30. határidőt én szerintem tartani kell, épp azért annak hívni elmondani. Mi különféle ügyekben az alakulás kapcsán a klikkel levelezgettünk, kértünk, szerződést kötöttünk, ez ilyen nagyjából ilyen falrány borsó szerűen működött mindig, mert tehát olyan iszonytató nagy szervezet ez a klik, hogy míg ott megfordulnak az információk, addig fényévek telnek el tulajdonképpen, tehát hogy mi abban a naivitásban vagyunk, hogy most majd még majd itten a harmadik variáció kapcsán majd még kérünk információkat és visszatérünk rá, akkor mink nekünk nem lesz véleményünk ebben az ügyben. Én meg azt gondolom, hogy ha felelősséget érzünk az iskola kapcsán, akkor nekünk igenis véleményt kell 30-áig mondani ebben a témában.
Én azt gondolom, hogy ezek az információk, ezek az adatok segítenek ehhez. Nekem ugye nagyon szoros munkakapcsolatom volt az intézményvezetőkkel, többek között az iskolai igazgatóval, itt a fenntartó változás után is. Én nem gondolom, hogy nekem személy szerint információ hiányomnak, hát én magam érvény a felelősséggel azt tudom mondani, hogy támogatjuk majd a javaslatot, támogatom, és én azt javaslom a képviselőtestületnek is, vagyis a bizottságon keresztül van a képviselőtestületnek, hogy a javaslat mellett a köszönöm szépen, itt elég egyben hangzó, már ezek a vélemények. Én még mindig azt mondom, hogy ez olyan furcsán hangzott nekem a Baskó László szájából is, hogy csak a bolondek járatja az önkormányzattal alakulik, hogy nem ad információt, tehát én úgy gondolom, hogy nem kéne erre megsértődni, hanem pontosan a Laci véleményéhez ragaszkodva, hogy tartsuk már magunkat annyira felelősnek ebben az ügyben, hogy igenis alkossunk véleményt, és ne ilyenre, hogy úgymond megsértődünk. Mert gyakorlatilag egy aztán szívóit jelentem, hogy ennyit mindkét jelentetünk, hogy nem adjanak meg az információt, mi akkor döntsünk. Egy mondatot mondok, tehát tulajdonképpen, tehát most úgy képzeljük magunkat a klik helyzetébe. Tehát én azért nem bírom elképzelni, hogy 46 intézmény irányító szervezet. Tehát azért az egy már maga egy elég mostó, hogy több információval rendelkezzen, mint itt bármely képviselő. Teljesen kizárt dolog. Most nyilván a törvényben oda van írva, hogy neki információt kell adni. A Szilvi kapott volna 10 fegyelmét az elmúlt évben, én azt gondolom, hogy erről tudnánk, meg itt lenne az információ. Tehát olyan információ nem áll az ő rendelkezésükre se, amiről mi nem tudhatunk, vagy ő azt gondolhatja, hogy nem tudunk róla, mert nyilván ezek a dolgok, ami a intézményvezető munkájával kapcsolatban úgymond nem publikusak, vagy valami ilyen információt tudna adni, amit esetleg mi nem tudnánk, meggyőződésen tudnánk erről is, tehát de ha mostan ilyen józan paraszt észre fogjuk fel a dolgot, akkor nyilván még egy szülő is többet tud az iskoláról, mint a Nyíregyházán működő klik, tehát legyünk már ilyen reálisan nézzük a dolgokat. Másrészt pedig, hogyha egy intézmény vélemény kér valakitől, az általában nem szokta megtenni, hogy hát emberek, attól függően, hogy mit akarok, írok róla egy rossz véleményt, elküldöm, vagy rossz információkat, vagy egy jó információt, hogy befolyásoljam a dőket. Ő arra képes, hogy mink a magunk fejéből milyen információkkal rendelkezünk. Ez fogja beépíteni a döntésébe. Most nyilván leszámítva ez, hogy valami olyasmi történt, ami az orvosra kell kötni, illetően ez nem történt, ezért nem született ez meg. Nem hiszem, hogy ön bízott benne, hogy hitelesek az adatok, de valahol egy eltérés van, vagy valami, tehát ezek a beszámolókból meg mindenhonnan kerültek ki, tehát ezek már ilyen forgószámok, tehát nem most kerültek itt a papírra. A TIC-nél is ugyanezek az adatok szerepelnek. Én aláírtam a nevemet, hát remélem, hogy így is vannak, de tehát a nagy tendenciák azok 1000%, hogy biztosan így vannak, ahogy ebben lakom írva. A pályázatokról nem beszélve, stb. Tehát nyilván ezeket azért folyamatában is látom. Akkor esetleg nem elég valakinek, hogy megfizetni? Igen, még itt az információ mennyiséggel kapcsolatban. Hát igen, hogyha valaki még, valakik tudnak kellő információval rendelkezni az intézményvezető személyvel kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy a pedagógusok, a nevelők az, akiket irányítja, akikkel együtt dolgozik,
és ők a múlt héten november 17-én, ha jól tudom, és szó se jutott az elején, közülük 78%-uk támogatta a múltanyagban részülőját, tehát ez is egy fontos tényadat. Azon túl, hogy látjuk a szülői munkaközösség pozitív eredményét, azt gondolom egy óriási eredmény, hogy a pedagógusok 78%-a támogatja az intézményvezetőt. Köszönöm szépen. Akkor úgy... Még egy lényegmutatót mutatok magam mellett? Csak azért, hogy még ami azt igazolja, hogy azt gondolom, hogy tudni az információkról. Az intézményi beszámolókat, az első kettőt, amióta itt vagyok, ezeket a képviselőtestület is elfogadta. Az Valikáival együtt le kellett adnunk minden évben, és megtalálhatók itt az irattárban, vagy valahol itt irattárban vannak. Az utolsó kettő, azt már a képbe kellett benyújtani. A másik, leírtam, hogy volt SMS módosításom, volt pedagógiai program módosításom ez alatt az idő alatt, mert hogy bevezettük a mindennapos testnevelést még azelőtt, mielőtt itt a törvény erre lehetőséget adott, ezeket mind a képviselőtestületen keresztül történtek. Tehát ennyi még, hogy ezek, tehát ez itt zajlik minden előttetek. Köszönöm szépen. Na, akkor én azt mondom, hogy foglaljuk már ugye egy olyan keretmondatba ezt, amiben majd remélem segíteni fogtok, hogy a bizottság átgondolta, hogy milyen információk lehetnek, amik segítenek a nem is a véleményalkotásban, hiszen egyetértést kért tőlük, ugye nem vélemény, de mégis ebben az egyetértésben. Összegyűjtöttük ezeket az információkat. A testületen itt fog rendelkezésre állni, mert itt van ugye az újság a beszámoló. Úgy gondolom, hogy elég felelősen gondolkodunk, ha véleményt alkotunk, hiszen velünk dolgozott, az önkormányzathoz tartozott. Szilvi, amióta a Klik van, kitüntetést kapott a Kliktől, folyamatosan tudtunk arról, hogy mi történik, éppen most mondta el, hogy azokat a változásokat a pedagógiai programját a testület elfogadta, tehát akkor is tudtunk róla. Én bármennyire is nem adott információt a PRIK, olyan széleskörű információval rendelkezünk, ami alapján együtt kell értenünk, és ezt fogom a testületnek így elmondani, valahogy így egy kicsit tömörebben összefoglalva. És akkor most szeretném a megszavazásot, hogy ez jó lesz-e így, és akkor az A-verziót támogatjuk minden mellett. Akkor szavazzunk erről az A-verzióról. Akkor az egyetemben mind a négyen igennel szavaztunk, tehát így fogjuk a testületet csinálni. És támogatja. Akkor, hogy támogatja, és hogy kérjük, hogy támogassa a testületet, ezt az A-verziót. Hát nyilvánvaló, hogy a testület ülésen ugyanígy elmondhatjuk, kinyitás vettük hozzá, ugyanilyen szépen kereken bárhol, és ahogy, azt már, ahogy majd ti gondoljátok. De minden esetre én úgy gondolom, hogy az most végesen készült. Köszönöm. Jó, rendben van, akkor ezt nagyon szívesen meghallgatjuk, hogy én egy kicsit tényleg most ezt úgy már hozva egy jegyzőkönyvön kívül mondom el, hogy ez egy kicsit olyan kis, nem kell minden szóhoz mindig ragaszkodni, sokszor a józan észre, tehát vannak rendeletek a törvényekben, hogy ugyan józan észre próbál az ember hozzá közeledni, akkor már sokkal könnyebb véleményt alkotni, mint ha most ragaszkodunk ahhoz, hogy most mit is van pontosan, meg mit ír a törvény. Igen. Megkérdezik a véleményünket, tehát igen, akivel ilyen szinte egyszerre dobbant a szívünk, hogy így az a na, jól van, akkor köszönöm szépen, akkor ebben a pillanatban fontos is lefárgyalhatjuk. Vannak még egyebek. Mennyi az idő? Elvileg 20. 10 perc. Akkor ebben a 10 percben azt javaslom, hogy
beszéljük meg ezt az egyeteket, nem fogjuk tudni visszágyolni, akkor javasolnám Dankó Mihály képviselőtársamnak a javaslatát, hogy tartsunk egy másik bizottsági ülést, függetlenül a testületi üléstől, hogy a következő testületi ülés mikor lesz, és akkor fejezzük be ezt az egyeteket. Az egyik, amit én követettem a előző testületi ülésen, ez a névhasználat volt, hogy én tájékozódtam, hogy nagyon sok városnak van névhasználata, mert az önkormányzati törvény ezt lehetővé teszi, nem, amikor változok, lehetővé tette, hogy rendelkezzenek erről a települések. Ez alapvetően a korrekt tájékoztatás és a város hírnevének a megtartása, a tisztességének a megtartása érdekében van, hogy szabályozza az önkormányzat, hogy a nyílt telek város nevét hogyan és mi módon lehet használni, ki használhatja, akár a saját vállalkozására is, vagy akár internetes portálon. Én körbeolvasgattam én néhány városnak, mindegyik ugyanarról szól, ugyanezek a szempontok, hogy megszabjon, hogy csak engedélyen lehet használni egy vállalkozás, vagy egy bolt, vagy bármilyen internetes portál indítására. Szinte mindenütt azonos, és a törvényre hivatkozik, amiben ezt lehetővé teszi, hogy rendelkezünk. Ez az egyik téma. Csak ugyanez vonatkozik a logókra, a zászlóra, minden ilyen címerre, amely az a település kifejezi, vagy a település jelképén közé tartozik. Igen, jó, akkor ezt így bele fogom megfoglalni. Azt gondolom, hogy ha... Azért kell megnézni, és hozzá kell megnézni, persze. Azért csak felvetettem, hogy... Mert ha ahogy benne van az SMS-be ilyen részletesen, hogy a bélyegző hogy meg merre álljon meg, milyen kis pöcök, olyan kis csücsök, tehát ha ilyen részletesen, akkor én úgy gondolom, hogy ezt is fel kell szövezni a bal SMS-be és szépen beleírni. Igen, és akkor még úgy gondolom, hogy Gábor, te esetleg akarsz mondani valamit, hogy vegyük bele majd az egyeteket, vagy tárgyalunk, vagy is tárgyalunk. Igen, hát szerintem vegyünk, de mindenképpen nem most, mert ez is egy hosszabb falat lehet. A jövő évi rendezvénytervek, ebből főleg kiemelve a városnapi eseményt, a település 10 éves születésnapját, hogy akkor ünnepeljük, de talán minden rendezvény ennek az égisze alatt fut majd, és ennek a rendezvénytervek a megvitatását, hogy milyen elképzelések vannak a bizottság vagy a testületi tagok részéről, milyen jellegű eseményeket szervezünk. Természetesen én fogok készíteni egy rendezvénytervet az ügyvezető úrral kiegészítve, ami aztán az elmúlt években is. És ehhez kapcsolódóan szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy megérkezett az önkormányzat részére az a határozat, amely az idei évi 134. annanapi igazságok hídeles pályázatát tartalmazza, és kifizetésre került a pályázatban meghatározott összeg. Ezzel valahány forint eltéréssel a teljes több mint 3 milliós összeget az önkormányzat megkapta, meg fogja kapni, úgyhogy ezek a hídeles pályázatok továbbra is nagyon sikeresek, és bízunk abban, hogy a következő évi városnapra is tudunk egy ilyen pályázatot benyújtani, és amiben lesz rá kiírás. Úgyhogy rendezvényterve szeretném bevinni. Röviden. Hát, nagyon röviden. Az elmúlt tizedek hagyományait szeretnénk továbbvinni, és ebben most a bizottságnak kell jelentős szerepet vállalni, ilyen kapcsolatban engedelmeddel is indult a szerves éves fordulójának az elismerése, az hagyomány, az önkormányzata, a képviselőtestület elében a polgármester megköszöni a itteni sportolóknak, a ügyvételeket, lakos sportolóknak a munkáját. Ezt most a szervezésről tartva 15. éve terveznénk, meghívnánk, most a kosárlabda lenne egy sporttéma, meghívnánk azokat a régi kosarasokat, akik a Szerdély család, a Zsoldos,
És a többi emellett megjelent egy könyv, egy sport tudományos könyv, amelyben írtanak a szerepel, a szerzési kedve, vagy csak... A szerkesztő nem lenne itt, itt van a könyv, ez egy részben tudományos, részben nem tudományos könyv, de majd a... Amelyben benne jelentősen nyíltelek is, tehát ez lenne bemutat és a szokásos egy festgőt tervezünk a törzsebe, nem lenne egy vendéglátást, és tavaly már elindult egy ilyen akció, hogy van itt egy pár olyan ember, aki évtizedek óta nagyon komoly sporteredményeket tud maga mögött. Tavaly Sárpingben kapta az örökös tiszteletben is sport. Most úgy beszélgetünk, hogy ugye a rendszerné lenne az, vagy ha jól emlékszem, vagy a férje. Tehát ők azok, akik már ötször legalább megkapták ezt. Most csináltunk magunknak egy kreáltunk egy kis elméletet, hogy miért, de tényleg ez ők annyira ikonok már lassan ebben a sportágban, meg ebben a tevékenységben, hogy a szeretnénk, hogyha egy kiemeltebb elismerést kapnának. Ezt úgy a bizottság vegye már tudomásul, és akkor a te támogatásodat is szeretnénk kérni, hogy akkor mi ebbe továbbra is ügyködjünk, és majd akkor magánosokban meg van beszélve, hogy tudja az időpontot, most már csak kiértesítések mennek, és a szervezés folyik. Köszönöm szépen. Akkor ez így lesz, és természetesen én is támogatom, nagyon örülök neki, hogy ilyen dolgok is vannak. Felmerült még közöttünk itt a Vigadónak a témája, ezt szeretném hallani már a bizottság, hogy miket léptünk. Ugye a Vigadónak nincsen engedélye használatba vételi, vagy milyen engedélye nincsen. És végre szeretnénk, ha az lenne, mert ez nagyon kellemetlen dolog, hogy hall lehet belőle. Mert beszéltünk már Lacival, hogy segít ebben lépéseket tenni. Úgy látta jónak, hogyha megkérjük újra a tűzoltóságnak, ha megkérvényezzük, hogy újra ellenőrizze és rögzítse le, hogy milyen a hiányosságok, és a költségvetés tárgyalásánál ezeket a hiányosságokat árajánlattal mindennel be fogjuk nyújtani a testület elé. A tűzoltóság az a szakadóság, szóval. Igen, karácsony. Hogy én már egyeztettem jegyző úrral, van két kormányrendelet. Az egyik ez egy 23/2011-es kormányrendelet, ami ugye ez az ominózus West-Balkán baleset óta hozta, az ilyen beltéri és kültéri rendezvények megtartásáról. Ebben vannak bizonyos feltételek, de ezt a zenés-táncos rendezvényekről szóló rendelet, ez a pontos neve, ezt itt a helyi edző adja ki. Ezt nyilván miért elszól egy hivatalos kérelemben kéri, ennek vannak azt hiszem H pontig pontok, aminek meg kell felelni, itt a biztosítási tervtől kezdve sok minden, ezt a jövőben meg fogjuk kérni jegyző úrtól, mert elindult ez a folyamat, de ezt vélhetően már nem tudjuk megszerezni ezt az engedélyt a szilveszterig. Miért rövid az idő? Legalább a költségvetés tárgyalásait. Igen, olyan előírások vannak itt a szellőztetésen, hogy nyitható, meddig kell tűzállónak lenni az ajtónak, meg tehát itt négyzetméterek fők vannak, tehát itt azért ettől egy kicsit részletesebben szabályozza. És ezt elindult ez a folyamat. Ezt ma reggel egyeztettem jegyző úrra, úgyhogy ez tisztában fogjuk tenni ezt, hogy meg fogjuk oldani ennek a kérdését. És akkor még Gabi felvetette ezt a pályázatot, amit már ugye megnyertek a projektor meg tekintetében, és akkor te válaszoltál nekem arra, hogy ez folyamatban van, meg van a pénz, és el lesz költve. Igen, ezt átutalta, hát már elég régen az önkormányzat. Valamikor még ez a nyár elején megtörtént, ebben ha jól emlékszem, van egy pályázatkor írtunk bele egy projektort, illetve vetítővászon, igen, meg talán van benne egy vagy két laptop, ezt nem tudom pontosan. A laptop az beszerzésre került, de nyilván a többit azt december 31-én meg fogjuk oldani. Jó, köszönöm szépen, itt az időnk le is járt, mert már 14:30-ra. Egyezünk-e már most abban, hogy mikor legyen ez a bizottsági ülés? Egy
van sem. Szerintem nem. Mert most itt van mindenki, akkor az úgy egyszerű. Ha jövő héten, akkor nekem az jó, mert akkor tudom a többit sokkozni. De ez a délután, ez jó, ez a megoldás neked, amikor? Jó. Jövő héten? Jó. Jó. Akkor fél 5 óra még? Fél 5 óra. Jó. Most akkor küldjük már. Jó, rendben. És akkor hívjuk a polgármestert. Köszönöm szépen, akkor bezárom tényleg az ülést, mindenkinek hozzám a Köszönöm, hogy a büszkeség. Köszönöm, hogy átadtam. Jó, köszönöm szépen. Igazából két napirendi pont van, itt az egyébként is felérte. Szeretném kérni a képviselőtestületnek a jóváhagyását, hogy talán az előtt napirendi pontok alapján haladhatunk-e készfeltartással előjé. Rendben, megállapítom, hogy egy hanggal támogatták. Rendben. Mindenki megkapta az előterjesztést ehhez az első napirendi ponthoz. Feltételezem, mindenki ezt átolvasta, végignézte. Én nagyon-nagyon örülök, hogy Ugini Bobi Szíve itt van a körünkben, mert én azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, hogyha ő kapná meg a szót, és ő tudna egy az, hogy reagálni, meg kettőben fel tudnám mutatni az eltelt 5 évnek a munkáját, illetve az elkövetkezendőnek. Jó, és megkérdezném az érintettet, hogy kíván ez átülést, mert jó, akkor nem csak. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elnézést neked tartom a szekügy. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhatom az iskolát, vagy bemutathatom az iskolát, és elmondhatom azt a tevékenységet, amit ez alatt az idő alatt én ott végeztem. 2010. augusztus 1-ére kerültem a Nyírtaleki Általános Művelődési Központ vezetésének, tehát az élére. Ekkor helyi lakosként, nem ismerve a településen élő legtöbb embert ugyan, de a képviselőtestület bizalmat szavazott, és engem választott meg az AMK-nak a vezetésére. A munkámnak az első hónapja augusztustól szeptemberig nem volt senki még az épületben, nevelők és gyerekek nélkül telt. Nagy izgalommal vártam azt a napot, amikor a tanévnyitó ünnepségen először kiállhatok a pódiumra és bemutatkozhatom. Akkor azt mondtam, hogy azzal a mottóval indítottam az Endőgy Albert mottójával, hogy a holnap olyan lesz, amilyen a mai iskolája. És ezt ma is így gondolom, és a pedagógiai programunknak is ez a mottója és ez a szellemiségük. 2010
szeptemberétől egy innovatív és tenni akaró tantestülettel, alkalmazotti körrel találkoztam, akik akkor is úgy gondolták, hogy a nyírteleki iskoláért, a nyírteleki városért, a nyírteleki oktatásért és a kulturális életéért is tenni akarnak, ugyanis akkor még általános művelési központ néven és feladatkörrel, kibővített feladatkörrel dolgoztunk. A feladatok jöttek, a közművelődésben dolgozó emberek mellettünk voltak, a városi könyvtár, illetve a kulturális feladatok szervezése is a feladataink körébe tartozott. Aztán 2013. január 1-ével történt egy változás, fenntartóváltás következett be, és a Nyírteleki Általános Művelési Központból hirtelen Nyírteleki Általános Iskola lett. Akkor abban az évben azt a mottót írtam a beszámolónak az elejére, hogy a sikeres emberek egy helytelen irányba tett lépést értékes tapasztalatként élnek meg, míg a sikertelenek a rossz irány kudarcként fogják fel. Mi ezt nem vettük se kudarcnak, se negatív tapasztalatnak. És akkor mi is történt, és miről is fogok pár mondatot beszélni, csak lényegre törő leszek, minden nem fogok tudni elmondani. Annyi minden történt, és annyi minden eseményen vagyunk túl az intézmény dolgozóival, hogy itt nem 10 percben, hanem órákban tudnék beszélni a lezajlott eseményekről. Tehát 2010. augusztus 1-től 2012. december 31-ig az intézménynek a fenntartója és egyben a működtetője is Nyírtelek város önkormányzata volt. Több mint 200 millió forintos költségvetéssel gazdálkodtunk, ebbe beletartozott a pedagógusok bére, a hozzájáruló költségekkel, illetve az intézmény működtetési feladatai. 2013. január 1-től a képviselő testület döntése értelmében is a működtetési jogot felvállalta a Nyírtelek város önkormányzata. A fenntartói jogot ugye nem lehetett, mivel azt az állam vett át, de én most örömömet is kifejezve, és azt gondolom, egy jó döntés született a testület részéről, hogy a működtetési feladata az önkormányzat kezében maradt. Ezzel nem csak, tehát a 2013 évet megelőző időszakban a működtetési feladatra szánt összegből, azt gondolom, januártól, amikor átvette a KLIK a fenntartási jogot, a működtetésre is kevesebb összegből a Nyírtelszól Kft-n keresztül pénzt tudott megspórolni. Pár dolgot az iskoláról, az iskolai eredményességekről, milyen pályázatokat adtunk be, milyen versenyeink vannak, a pályázatok révén milyen pedagógus innovációban vehetünk részt, és ezen kívül milyen sok és mennyiféle rendezvényt szerveztünk, erről szeretnék pár mondatot. Mindenkit ezek a táblázatok és az adatok érdekelnek. Tehát az, hogy a 2013-as évben a közösségi házzal, a Diáksport Egyesülettel, a Szociális Szolgáltató Központtal, a Nyírteleki Sport Egyesülettel közös rendezvényeket szerveztünk, iskolai rendezvényeket és eseményeket, jótékonysági bált, az intézmény gyerekei fellétek városi megemlékezéseken, részt vettünk nagy városi rendezvények megvalósításában, a pedagógusok is, mint szervezők, illetve a gyerekek is, mint fellépők. Azt gondolom, hogy Nyírtelek város életének egyik mozgatórugója az általános iskola. Úszásoktatás, iskolaudvar bővítés, nyilászálóz csere, több tanterem felújítása, számítástechnikai eszközpark bővülés, ezek mind azok a dolgok, amik kívülről láthatóak, és mindenki láthatja ezeket. Ezeket az adatokat a tanuló létszám változását, illetve a továbbtanulási arányt azok ismerik, akik benne dolgoznak már leginkább az iskola életében. Megfigyelhető, a tanulólétszám alakulását 2009-es évtől írtam be, ugyan 10-11-es évtől vagyok az intézményben, de a tanulólétszám összességében csökkent, azonban
az alsó osztályba beiratkozott gyerekek száma az utóbbi három évben növekedő tendenciát mutat. Tehát a tanuló létszám csökkenése a felső évfolyamon mutatkozik, mégpedig azért, mert az intézményben, vagyis az iskolákban nem lehetett buktatni az alsó évfolyamon. Ezek a gyerekek feljöttek a felső évfolyamba szinte nagyon kevés tudással, és ezek a gyerekek most már ki, tehát akik többet ott buktácsoltak, azok már elvégezték végre a 8. osztályt, és kirepültek az iskola berkei közül. A továbbtanulási arányban azonban megfigyelhető, hogy a szakiskolában, ami zöldával jelölve, a szakiskolában továbbtanulók aránya csökkent, egyre többen jelentkeznek érettségét is adó gimnáziumi, vagy pedig szakközépiskolai képzésekbe. Azt gondolom, ez megint a település érdekeinek, vagy a településen leginkább mindenkit érdeklő adat. Ezek azok a százalékos értékek, amelyek a Nyírtelek városából, az óvodából hány gyerek marad a településen, a gyerekeknek hány százaléka. Azt gondolom, hogy ezek a 89, 80, 86, még a 70 százalék is még mindig lényegesen magasabb eredmény, mint amit az előző évek mutattak, de ha nem is nézzük, teljesen mindegy, hogy mennyi volt az előző években, 70 százalék, 80 százalék fölötti eredménye, azt hiszem, hogy a Nyírtelek iskolának van gyerek megtartó ereje. Mi történt az iskolában? A tagozatos előkészítő osztály indítása, a testnevelés, német és az informatika tagozatos képzés indítása már a 2011-es tanévtől beindult, akkor, amikor a fenntartó még a Nyírtelek város önkormányzata volt. Itt szavaztuk meg azt, hogy többlet, vagy szavazta meg, bocsánat, a képviselőtestület az, hogy többlet órát biztosít arra, hogy az intézményben elindulhasson egy tagozat előkészítő osztály, amelyet a fenntartóváltás következtében a KLIK is engedélyezés is folyamatosan, tehát ezt támogatja. Csoportbontások a különböző évfolyamokon, hogy a hátrányos helyzetű lemaradva, illetőleg a tehetséges gyerekek képzése a csoportbontás eredményeképpen még eredményesebb legyen, és a mindennapos testnevelést már azelőtt bevezettük, mielőtt a törvény ezt előírta volna. Azt gondolom, egy kicsit megelőztük a törvényi a törvényt. Mi is azt gondolom, hogy jól gondolkodtunk, ezt a nevelőtestületre és a képviselőtestületre is értem, hiszen az akkori tagjaikra, hiszen ezeket együtt döntöttük és szavaztuk meg. Illetve létrejött a Diásport Egyesület, amely azt gondolom azóta igen sok eredményt ért el, nem csak a diákok, a gyerekek sportolása tekintetében, hanem most már büszkén mondhatom, hogy a felnőtt labdarúgó szakosztály működésével kapcsolatban is. Pedagógusok, kedves házpedagógia, informatikai oktatás, egyetemi oklevelet szerzett, pedagógus szakvizsgát, mindenki lehetőséget kapott, nem mindenki, aki szeretett volna, lehetőséget kapott arra, hogy továbbképezze magát, szakmai eredményeket érhessen el, illetve előadásokat hallhatott meg nevesebb előadóktól, mérésértékelés területén. Ezek minden szakmai jellegű előadások, amelyeket saját költségvetésből oldottunk meg. Iskolai rendezvényeink egy kicsit átalakultak, megmaradtak az állandó rendezvények, ezek kimondottan, tehát amik felsősorban vannak az iskolai rendezvényekre vonatkoztatottak, de a pedagógusok által újabb programok is lettek bevezetve, úgymond. A cigány versmondó verseny és a megyei szövegértő verseny, ez az egyik az alsós munkaközösség által létrehozott megyei verseny, a cigány versmondó verseny, a szövegértő verseny pedig a felső tagozatosok. A mostani, ezt már még a régebbi, tehát 2011-től vannak ezek a versenyek, de
a Klebersbank intézményfenntartó központ egy általános egész évre vonatkozó verseny naptárába is ez a két program belekerült. Ezek mind azért mondom el, mert ezek fontos dolgok és jelentős események. A határtalan program, az idősek világnapja, a civilekhez eljárunk, az idősek otthonába eljárunk előadásokkal, az iskola csalogató foglalkozások kapcsán, az óvodával tartjuk a kapcsolatot, szülői fórumon a szülők eljöhetnek, kérdezhetnek, gyerekeket ismerhetnek meg, a gyerekek munkáit ismerhetik meg, bemutatkozást tartunk. Almanap, egészségnap, azt gondolom mindegyik a gyerekek mindennapjaihoz, illetve az olyan rendezvényeket biztosítunk nekik, amelyeket a rengeteg szociálisan hátrányos helyzetű gyerek van, amelyeket az otthoni környezetben nem kapnak meg. Karácsonyi forgatag, karácsonyi műsor, egy Mikulás, egy mártonnapi vigadalom, amelyek a hagyományápolás és a kultúrát repítik. Mindemellett ugye a városi ünnepségeken, városi rendezvényeken is részt veszünk, ahogy beszéltem. Pályázatok. Ez alatt a négy év alatt közel 130 millió forint pályázatot nyert el az iskola. Ezek azok a pályázatok, ebben nincsen benne a két napelemes pályázat, illetve nincsen benne a műfüves labdarúgó pályázatnak az elnyerése, mert én ezt a városi által írt pályázatokhoz sorolom. Sporteszközöket nyertünk. Kamerarendszer, ebből lett kiépítve a székhelyi intézményben, még amikor az AMK voltunk, akkor ahhoz a részhez még a Márai programban a könyvtári állomány növelésére nyertünk többször, azóta azt gondolom, hogy ez folyamatos, és a legnagyobb pályázatunk, ez az innovatív iskola című támog 3.1-es pályázat. Mit is jelentett ez? Ez a kis ugrások, nagy sikerek nevű pályázatot foglalta magába. Ebből a pedagógusoknak megbízási díjként mit jelent ez? Tábort szerveztünk ingyenesen a gyerekeknek, amiért a pedagógus, hogy elvitte a gyerekeket, pénzt kapott. Mindennapos testnevelésben kísérő díjakat. Tehát amikor a pedagógus ebben a pályázatban dolgozott, azért ő honoráriumot kapott. A gyerekeknek semmilyen költséget nem kellett kifizetniük, minden tevékenységen ingyenesen vettek részt, minden tevékenységet ingyenesen kaptak meg. Pedagógusok továbbképzése, azon felül, mint amit az előző táblázatban láttunk, másfél év alatt, vagy két év alatt a pedagógusoknak 32 darab továbbképzésen kell részt venni, és ezt nem 28 továbbképzésen, 37 pedagógus innovációs vagy innovatív megújuláson vehet részt. És akkor a mindennapos testnevelés táborok, és ebből a nagy összegből... Igen. Köszönöm szépen. Aha, kereskedő, igen. És eszközbeszerzésre a pályázat, tehát amikor azt mondjuk, hogy úristen, nyert az iskola 130 millió forintot, és miért nincsen felújítva az épület, azért, mert nem arra nyertük. Arra nyertük, eszközbeszerzésre a számítógépparkunkat tudtuk felújítani, illetve sporteszközöket tudtunk, vagy nyertünk belőle. Arra, hogy nyilázzalut cseréljünk, illetve hőszigeteljünk, arra más pályázatok vannak, nem erre volt ez a pályázat írva, hanem arra volt írva, hogy a gyerekeknek minél több ingyenes programot tudjunk biztosítani. Írtunk esélyegyenlőségét, nyelvi és informatikai kompetenciás pályázatot, az SNS tankönyvek és a BTMN-es gyerekeknek a tanulásához eszközöket nyertünk. A kulturális szakemberképzésben négy kulturális területen dolgozó ember továbbképzését tudtuk, vagy nyertük meg. A tehetséggondozásos és az esélyegyenlőséges pályázatunkat befogadták, forrási miatt nem támogatta a minisztérium. Minden év végén lehetőségem volt kiemelkedő pedagógiai munkáért, illetve évpedagógussal címet adományozni a
pedagógusaimnak, az ő nevük itt látható a 4 év alatt, hogy kik kapták meg. Azt gondolom, erre lehetőséget adott Nyíltelek Város Önkormányzata is fenntartóként, hogy ezt a munkát én évvégén el tudjam ismerni, és valamilyen minimális kis ajándékkal honorálni tudjam, és most a 2013-14-es tanév végén pedig a KLIK is hozzájárult ehhez. És mivel ez az egész rólam is szól egy kicsit, Nyíltelek Város Önkormányzata 2012-ben a kiemelkedő oktató nevelő munkáért kaptam polgármester úrtól egy elismerő oklevelet, illetve 2014, a dátumot nem is tudom pontosan, májusában, júniusában a pedagógus nap alkalmából a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ a jövő nemzedékért végzett áldozatos nevelőoktató munkáért elismerésben részesített, amelyet Marek Lézott a Pédér Aranka írt alá. Nem ő adta át, hanem a Nyíregyházi Tankerületnek a vezetője, Kőhegyi Edit Zsuzsanna. Azt gondolom, ez az idézet nagyon hűen tükrözi azt, amit a munkánkat, az intézmény és az iskola munkáját bizonyítja. Mi mindig olyan utat választunk, amelyen küzdenünk kell, és amelynek a végén azonban a sikerélmények között nem csak mi, hanem a gyerekek is. Ennyi az, gömören, amiről esetleg tudhatott a képviselőtestület is, amiről nem tud és amit még most szeretnék én bejelenteni, azt a könyvet hadd kérem már egy pillanatra, mert ez egy új információ, hogy múlt héten csütörtökön voltam fent Budapesten egy könyv bemutatón. Megjelent egy olyan könyv, aminek az a címe, hogy a mozgás szabadsága, a szabadidősport társadalmi gazdasági és egészségügyi megközelítései címmel. Ezt a könyvet, tehát ennek a könyvnek a díját vagy a bemutatóján a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, a Szabadidősport Bizottság elnöke és több Amerikából egy professzor, aki a szabadidősporttal foglalkozik és kutat, több egyetem professzora részt vett ezen a könyvátadón, vagy ezen a könyvbemutatón, amelyben egy fejezetecske Nyíltelekről szól, méghozzá az a címe, hogy Nyíltelek egy fiatal város sportélete. Ebbe a könyvbe Fintor Gáborral ketten írtunk meg egy fejezetet, amely Nyíltelek szabadidősportjáról szól. Külön szeretném megköszönni Dampó Mihály képviselő úrnak is a segítségét, mert ő is adatokat szolgáltatott ennek a könyvnek a megírásához, vagy ennek a fejezetnek a megírásához. Ez 6 oldalas írás és képekkel illusztrálva. Azt gondolom, az, hogy egy ilyen könyvben megjelenhetett Nyíltelek is benne van, és hogy ehhez az én nevem is fűződik, én biztos, hogy büszke vagyok rá, biztos az én magából is, és azt hiszem az egész képviselőtestület is, és a település is, hogy olvashatunk tíz település van még ebben a könyvben, aki a sportjáról, a sportmódjáról és szabadidősportjáról írhatott. Én ennyit szeretnék elmondani, ha valakinek kérdése van a munkámmal kapcsolatban, vagy nincsenek információi, akkor én szívesen adok mindenkinek, és azt hiszem, hogy eddig is keresettek, eddig is együtt voltunk, rengeteg újságcikket írtunk, rengeteg helyen megjelentünk. Ha valakinek kérdése van, még akkor azért hogy mindig kérdében segítsen. Köszönöm szépen, hogy elmondottam, amit akartam. Köszönöm szépen. Előttünk volt egy bizottságülés, igaz? Igen. És ezen a bizottságülésen a napirendi pont is szóba került, vagy? Igen.
a bizottság tárgyalta ezt a napirányzatot is. Egyetlen, mert ez mondatban annyit hagyjak már, hogy összegyűjtött olyan információkat a bizottság, ami alapján úgy gondoljuk, hogy a képviselő testület felelős döntést hozhat is, és javasolhatja a Szilvia beszámolójának, illetve véleményezésének a továbbiak, a véleményezésének a elfogadását. Ezek az információk a 2013. január 1-e előtti képviselőtestületi beszámolók, amit rendszeresen bejöntött minden évben az igazgatónő, és tudhattuk az iskola működését, hiszen akkor a fenntartó a képviselőtestületből. A szülői munkaközösség írt egy összefoglalót a munkájáról, ez a másik dokumentum, amire hivatkozunk. Elpusztalt Magyar László alpolgármesterről azokat a kívánságokat, amivel több oldal szinte minden szállban az iskola életéről szól. 2013. január 1-e után pedig, ahogy az igazgatóban is említette, eléggé kiemelkedő elismerés a fenntartó, illetve az intézettől, a fenntartótól, hogy kitüntetést kapott. Lehet, hogy ugye most nincs információ, vagy nem küldött róla információt, mégis én úgy érezzük, hogy ő velünk él. Nekünk számolt be, nekünk mondta el a munkásságát, akkor, ha változtatni akart valamit, mint ahogy ez már azóta is történt, az SMS változtatás pedagógiai programjait ismerjük, és úgy gondoljuk, hogy ezeknek az információknak a birtokában felelősen dönthetünk arról, hogy elismerjük a munkáját, és a bizottság az A verzió elfogadását javasolta. Köszönöm. Másoknak hozzászólás, vélemény. Vagy László képviselőtársának. Nyilván egyetértek itt a részletre a bizottságülésen, tehát nyilván különbségi eleményével egyetértek. Hogy miért volt a néhány megváltott fogámester úrral egyeztettük ezt a dolgot, hogy... Hát illetve megkaptam. Én is. Hát a... Már nagyon kaptam, hogy egy ilyen készítsek, ugyanis 2,5 évig a fenntartója az önkormányzat volt, és a fenntartó változás után 2013. január 1-től maga a szervezeti keretek lényegesen változtak. A mi szervezeti felállásuk a tekintetre, hogy az intézmény vezető benne az iskola igazgatója, aki nem a fenntartásunkban volt, részt vett a vezetői megbeszélésekkel, illetve valamennyi képviselő döntően, legalábbis azokon, ahol ilyen napirendek voltak, részt vett a képviselő testületi üléseken. Én azt gondolom, hogy ez ilyen elég jó információ vagy kapcsolat alakult, és a, nem tudom, hogy a mostani, hát ez folytatódott a mostani ciklusban is, hogy az iskola igazgató is részt vesz az intézményvezetői munkába. Ami miatt én ezt leírtam, én vezettem ezeket az intézményvezetői fórumokat, és az információk egy jelentős része innen származik, tehát a most aláírtam a polgármester, most nyilván a mostani funkciót írtam oda. Ennyit az íráshoz, nagyjából itt visszaköszönöm néhány dologban, helyzetokkal, mert az adatokkal kapcsolatban itt én is leírtam. Én is azt gondolom, hogy amit az előterjesztésben le van írt, tehát a kiküldött előterjesztésben, én azt gondolom, hogy akik nem tartották be azokat a törvényi kereteket, amelyek
számára kötelezőek lettek volna, nem tudjuk, hogy miért. Én úgy gondolom, hogy ez a harmadik határozati javaslat erre utal, hogy tehát ezt kellett itt eldöntenünk, hogy tudunk-e felelős döntést hozni, ha vagy nem. Én személy szerint mindenképpen azt gondolom, hogy felelős döntést én személy szerint biztos, hogy tudok hozni, mert rengeteg információval rendelkezek, és valóban vettem a fáradtságot és összegyűjtöttem a 2013. január 1-től a nyílt telki újságokat, és hogyha érdekes is volt számomra, összerakva csak az iskolai cikkeket futottam végig, nagyjából ilyen statisztika szerint legalább két oldalon szerepel konkrétan iskolában, az iskolához kötődő cikk, kivéve a nyári hónapokat, tehát ahol egy kicsit ugye lazább az iskolai élet. Ebből azt a következtetést vontam le, nagyjából még a számokat is megírhattam volna utólag az újságból is föl, az óvoda beszámolójából és a iskola anyagaiból ezek a számokat itt visszaköszöntek. Tehát tulajdonképpen valamennyi nyílt telki polgár elég komoly tájékoztatást kapott, hogyha ilyen nagyon alaposan olvassa ezeket a újságcikkeket arról, hogy milyen élet folyt a elmúlt két évben, de nyilván visszakeresettem volna 2010-től is az újságokat, mert nagyjából ugyanilyen információ bőség volt az előző újságokban is. És még nem beszélve arról, hogy az esemény tárva tömören az évnek a értékelésébe számszakilag is megjelentek ezek a dolgok. Ezért én azt javaslom, a képviselőtestület még egy gondolatot elmondanák. Nyilván itt van egy kötöttségünk, ez a november 30-ai dátum, itt a bizottságüléssel hallottam, hogy december 1-ig, meg elsőjével fel kell küldeni majd egy, vagy december, nem tudom, mikor elején, fel kell küldeni a klipnek valamiféle összegzést ezekről a dolgokról, tehát nyilván mi egy kicsit kötve vagyunk ehhez a határidőhöz. És ismerve a klipet, ez már egy magánvélemény lesz, nem tartom elég fogalmasra az elmúlt két év tapasztalata alapján, hogy nagyon gyorsan és rugalmasan reagálják le azokat az igényeket, amelyeket az önkormányzat nyújt felé. KFT példáján, saját példáján sorozatát tudnám ezügybe elmondani, tehát nem igazából jó a tapasztalatom ezügybe, hogy ki lehet sikarni tőlük olyasmit, amit ők maguktól nem tesznek. Emiatt én a bizottság véleményével egyetértve az A határozati javaslatot fogom szemlélni. Köszönöm szépen. Én ehhez annyit fűznék hozzá a történeti hűség kedvéért, hogy ugye én amikor ezt megkaptam, akkor tulajdonképpen ilyen papírlap volt. Ez a igazgatónőt védve, a klik irányából szerintem ez nem egy felelős magatartás, és a polgármester úr szavaihoz kapcsolódva ez számomra egy kicsit bosszantó is volt. Én még ezzel most szembesültem ilyen hivatalos téren először, és én úgy gondoltam, hogy a képviselőtestület nem hozom olyan helyzetbe, hogy nem próbálok meg mindent annak érdekében, hogy a klik irányába elmenjek, és bizony, a törvény adta lehetőségeinket kihasználjuk, és kértem is őket, hogy adják meg, és bocsássák rendelkezésünk azokat az információkat, ami alapján mi felelősen dönthetünk. Ők ezt megmondták, hogy természetesen ezt meg fogják tenni, de november 30-a után, mert hogy nekik milyen dolgaik vannak, és hát hasonló módon elég rigiden álltak a dologhoz, tehát ők azt is mondhatnám, hogy elzárkóztak ettől. Erre a törvény kötelezi ugyan őket, ezt nem tudjuk. Mondtam, hogy akkor rendben, akkor hogy a álláspontunkat úgy alakíthassuk ki, hogy mindenki nyugodt lelki is mehet el, tudjon igen, nemet mondani,
akkor kérem őket, hogy legalább a határidőt módosítsák olyan mértékben, hogy előtte kapjuk meg az anyagot. Azt mondták, hogy nem. Erre nincs lehetőség. Ők december 5-én küldenek mindent. Ezért van ez, hogy három lehetőséget tárunk a képviselőtestület elé. Ezt gondolom, hogy ezt kell végig gondolni, és természetesen most benne van egy személynek a neve, de vonatkoztassunk el ettől. Én azt gondolom, azért jött létre a C variáció, hogy igazából felhívna a Klik-nek a figyelmét, és arra, hogy ha már kér egy véleményt egy város vezetésétől, akiket megválasztott a város szavazásra, tehát önkormányzati választásra megválasztott, akkor bizony ők kapjanak meg ahhoz minden információt, és az alapján tudjanak dönteni. Mert azt gondolom, hogy ezáltal igen nehéz helyzetbe hozhatnak minket, vagy hoznak minket, mert hát megy a kamera, de mondhatom, hogy ez ilyen kutyakomédia jellegűvé, próbálják a testületet ezáltal degradálni. Én ehhez ennyit szerettem volna hozzáfűzni, esetleg másoknak vélemény, hozzászólás, Vaskó. Nem szeretnék önnepronkó lenni, de azt hiszem, hogy a legrosszabb szándékkal se lehet, bár mindent lehet. Azt mondani rám, hogy én az évi tekintetében elfogó vagyok, és én nem akartam azt, hogy igazgató legyen. Aki benne volt a testületben, nagyon jó tudja, hogy többek között én is kezdeményeztem, hogy az intézmény pályázatra beadjuk pályázók nyertesek. Én azt gondolom, hogy kicsit félrejött ez a norta, ahogy szokták mondani. Tehát most visszatértem, nem arra a részt, visszatértem erre az előterjesztésre. Én láttam a Klik-nek a levelét, mert polgármester úr megküldte, hogy akkor még itt a jogi helyzet, és én megnéztem a jogszabályt, és én a következőkre jutottam. Nem biztos, hogy a helyzet magaslatán volt az, aki megírta azt a levelet, mert abban a levélben egyetértési jogot emleget a Nyírtelek Város Önkormányzata tekintetében, és az én szerint véleményem szerint itt nincsen egyetértési jog a Nyírtelek Város Önkormányzata képviselőtestületében. Én nagyon jónak tartom, hogy a Ubiné Szilvi tájékoztatta a testületet az ő által a végzett munkáról. Azt is nagyon jó dolognak tartom, amit a Anikó Itália vagyott, hogy a bizottság próbál beszerezni innen, onnan, amonnan információt, illetve jó dolognak tartom, hogy Magyar László alpolgármester úr kifejtette saját véleményét, mert gondolom, hogy az nem előterjesztésnek a része, hanem az ő saját véleményét foglalva, amire lehetőség van, hogy a képviselőtestület jegyzőkönyvét nem légy. Csak hogy ez a történet viszont nem erről szól. Ez a történet arról szól, nem arról szól, hogy szelegessünk itt kiki, ahogy túl össze információkat, hanem itt van a tantestületnek egy döntési jogköre, amit meghozott a tantestület, én gratulálok szívének ahhoz, hogy ilyen nagy támogatottságot kapott, és a tantestület, valamint a fenntartó hozhat olyan döntést, hogy nem ír ki pályázatot, hanem pályáztatás nélkül, ha jól értelmeztem, megbízza a jelenlegi intézményvezetőt. És itt jön a probléma gyökere, mert a jogszabály szerint nem akarok én itt jogászkodni. Egyértelmű jogszabály, hogy az önkormányzat részére kell biztosítani a véleményezési jogot. Egyébként, szerint véleményem szerint a jogszabályban ez a fenntartó kötelezettség és jogai címszó alatt van, tehát nyilván ez a fenntartóról szól. Részben eleget tett a fenntartó az ő kötelezettségének, csak megkérte, mivel megkérte az önkormányzattól a véleményt, de egyébként nem túlnyomó részt nem tett eleget kötelezettségének, mivel nem biztosította a fenntartó azokat az információkat, amely részére, tehát még egyszer hangsúlyozom, a fenntartó részére a döntés meghozatalához rendelkezésre. Tehát nem arról van itt szó, hogy mi kezdjünk neki össze-vissza szorgoskodni és próbáljunk összeszedni minél több információt, az sem áll egyébként, hanem arról van szó, hogy mi akkor hozhatunk, mint önkormányzat képviselő testülete megalapozott döntést, ha megkérjük azokat az információkat a fenntartótól, ami neki a döntés meghozatalához rendelkezésre áll.
Ugyanis tévedések elkerülése véget, mint ilyen saját jogértelmezésemet mondom, ilyen kisegítői vagyunk a kliknek, a fenntartónak, hogy az ő vélemény, a mi véleményünkkel elősegítsük az ő megalapozott döntésük meghozatalát. Tehát gyakorlatilag nekünk azt a véleményt kialakítani azon fenntartói információk alapján kell, és lehet többet lehet beszerezni, amely a kliknek rendelkezésre. Azt én azt gondolom, hogy én például nem tudom biztosra, hogy a kliknek milyen, információ áll rendelkezésre, nem tudom, hogy bárki ebből a képviselő testületből tudja-e, hogy a kliknek milyen információ áll rendelkezésre. Ez az egyik kérdésem, ha mondjuk a lakpolgármester úr tudja, akkor én örülnék, ha megosztaná velem, hogy bárki tudja, örülnék, ha megosztaná velem. Én azt el tudom képzelni, hogy amint össze lett szedegetve bizottság által, alkoholmester úr írt itt egy saját véleményt, ezt rendelkezésre bocsátjuk a kliknek, hogy legyen rendelkezésre bocsátva részére minden olyan információ, ami esetleg nem áll a rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy jogszerű döntés, és így megalapozott döntést nem hozhatunk, még egyszer mondjam, mindaddig, ameddig nem ismerjük meg azokat az információkat, amely a kliknek rendelkezésre áll, és nem ismerjük meg azokat az információkat, amely alapján a klik dönteni fog. Én ezért a magam részéről, most nem azért, hogy szúrjunk ki Szilvivel, elnézést, én azt javaslom, én a C variáns fogom választani, azért, mert én azt gondolom, hogy jogszerűen kell, hogy eljárjunk, különbocsát. Nem a szimpátia kell, hogy vezérjen, nekem is nagyon szimpatikus, szívi, kedves, aranyos, csak hogy nem erről szól ez a jogszabályi rendelkezés, itt a 83 szakasz 5 bekezdése, hanem arról szól, hogy rendelkezésünkre kell, hogy bocsássa azokat az információkat, a klik, ami neki rendelkezésre. Nem tétje a jogszabály, hogy a képviselőtestület viszont a klik rendelkezésére bocsássa azokat a szabályokat, amely a képviselőtestület rendelkezik, információkat, elnézést, amely a képviselő testület rendelkezésre áll. Ideértve a bizottság által összeszedett információkat, a Szilvi által összeszedett információkat. Én azt gondolom, hogy nem vagyok azon információ birtokában, hogy én megalapozott döntést tudjak hozni. Sem a tekintetben, hogy támogassam, sem a tekintetben, hogy ne támogassam. Mivel idő előtti ez a kérdés felvetés, hiszen annyiban nem értenék egyet veled, a polgármester úr, hogy itt a kliket sürgeti az idő, kliket nem sürgeti az idő, hiszen az ide vonatkozó jogszabály szerint, miután rendelkezésünkre bocsájtotta az információt, akkor leszünk mi a véleményezés tekintetében döntési helyzetben, és a ezen információ rendelkezésünkre bocsátásától számított 15 napon belül kell biztosítani nekünk a véleményt. Tehát a mi vélemény kialakításunkra a jogszabály által biztosított határidő nem hogy lejárt, hanem még el sem kezdődött, hiszen nem kaptuk meg a jogszabály szerinti azon információkat, amely a klik rendelkezésére áll. Tehát félreértés ne essék, nem tudom elégszer mondani, nem a Szilvi ellen beszélgetek itt, nem erről szól. Ez a történet arról szól, hogy én szeretném betartani a jogszabályt, és így szeretném megismerni azokat az információkat, amely információk alapján a klik meg fogja hozni az ő döntését. Másrészt, ez már csak így a mellék zöngéje, hogy lehet, hogy jobb lenne tudomására hozni ezeknek a jobb embereknek, hogy mi nem azért ücsörgünk itt ezen az asztalon körbe-körbe, hogy jókedvünk szerint szavazgassunk, emeljük a kezünket igenre vagy nemre, hanem nekünk törvényes lehetőség szerint biztosítani kell azokat az információkat, amelyet a jogszabály nekünk kötelező jelleggel biztosítani rendel, hogy tudjunk meghozni megalapozott döntést. Én a magam részére lehet, hogy egyedül fogok ezzel maradni, a C-variáns fogom támogatni azzal, hogy mikor fog itt lejárni a Szilvinek a megbízatása. 2015. Júni 35. Hát ahogy szokták mondani, vagy én szoktam mondani, addig még nagyon sok ember fog születni, nagyon sok ember fog meghalni, és nagyon sok idő ez arról, ahhoz, hogy be tudjuk szerezni ezeket az információkat, és ezen információ birtokában ismét napirendre tudjuk ültni ezt a kérdést. Én azt gondolom, saját véleményemet mondom, hogy ha ezen jogszabály által konkrétan megnevezett információ beszerzése nélkül
döntünk, nem fogunk jogszerű döntést hozni, jogellenes döntést fogunk hozni, és nem fogunk megtenni mindent annak érdekében, hogy eleget tegyünk jogszabály szerinti véleményezési kötelezettségünknek, és nem fogunk megtenni mindent annak érdekében, hogy beszerezzük azokat az információkat, amely jogszabály nekünk átadni rendel. Köszönöm szépen a türelmet. Köszönöm szépen. Én azért szeretném még szót kérni, és szeretném kétszer megrendhez szólni. Azon idejében, hogy egy törvényben az, hogy a fenntartónak minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni. Két és fél évig a fenntartója ennek az intézménynek Nyíregyházi önkormányzata volt. Én nem a véleményemet írtam le ebbe a kérdésbe, benne van a vélemény is. Nyilván az a vélemény része, amikor azt írom, hogy én mit támogatom, de nyilván az adatok azokból a beszámolókból származnak, vagy azokkal egyeznek, amelyek itt a képviselő testület elfogadott, legalábbis a két és fél évre vonatkozóan. Mindenképpen igaz, tehát, hogy nyilván adatokat szerepelnek, nyilván a pályázatokkal kapcsolatban is a véleményemet mondtam, hanem leírtam, hogy gyakorlatilag mi történt itt a egyrészt a két és fél év alatt, és hozzá rakosgattuk a másik két és fél évnek a anyagát, de nyilván, amit Laci mondott, hogy van benne vélemény, ezzel egyetértek csak, tehát az egész anyag nem véleményhez szántam, hanem az információ, a fenntartó részéről származó információ, az első két és fél évről, legalábbis azt gondolom, hogy ez a klipnek nem áll rendelkezés alatt. A másik, még egy véleményem, vagy észrevételem lenne ezzel kapcsolatban. Én nyilván ezt akkor úgy fogom fel, hogy a Kliknek nincsen olyan véleménye erről az ügyről, amit meg szeretne velem osztani. Nyilván, ha lenne olyan, én ezt a bizottságülésen is elmondtam, vagy nincs olyan információja. Én egyébként magam részéről nyilván az, hogy semmilyen információ nincs, ezt azért nem tudom megjeleníteni, mert adatot, de én nekem, én bizottságülésen is elmondtam, hogy meggyőződésem, ahol 46 intézményt irányítanak csak a nyíregyházi Klik szervezetéből, nem biztos, hogy a nyíregyházi iskolákról több információja van, mint bármi képviselőtársamnak, akik tud az elmúlt évben, vagy akik együtt dolgoztak. Vele nem akarom a bizottságülésen elmondottak többi részét elmondani. Az pedig, hogy ez a maga döntés, a mi döntésünk jogellenes lenne, ezt én azért nem teljesen osztom, nyilván nem jogászként, hanem nyilván a Klik játszál jogellenesen, a mi döntésünk ettől még lehet nem jogellenes. Meggyőződésem, hogy nem jogellenes. Az, hogy megfelelő információnk van-e, vagy felelős véleményt tudunk alakítani, ez itt inkább a kérdés, de az, hogy ez jogszerű vagy nem jogszerű, én szerintem ez nem lehet vitatni. Én szerintem a Klik sértette a jogot. A bizottságülésen is én vetettem fel, engem egy olyan dolog zavar, amelyet ki van, tehát két dátum, mind a két tudom, a 30. Ugye az egyik az, hogy kérjük tőlünk, hogy mondd a 30-ig tűnjük be. A másik, hogy mondd a 30-ig után tud nekünk információt. De hogyha nem tudhatni, tehát most meddig húzódhat ez, tehát én ezzel vagyok bajban, és ez élettől függetlenül, amit László mondott, sok mindennel egyetértek, de azt úgy gondolom, hogy mi ismerjük, tudjuk is tevékenységét, a támogatást, én személy szerint biztos támogatni fogom. Csak itt inkább ez a jogi vagy ügyrendi nonsense, nem tudom, hogy kell ezt legyőzni, mert akkor a 30. után, akkor megküldte tárgyalhatókon, akkor is, és akkor állítólag a információk szerint december 4-ének már megküldi föl a központjába a döntését. 5-én, igen. Az is igaz, hogy ő dönthet
ha hiába javasoljuk, vagy támogatjuk, vagy nem tudom most minek nevezzen, ami véleményt mondhatunk, ő dönthet arra, hogy készül. Semmi tulajdonképpen még talán a tantestület véleménysek köteles figyelmen. Tehát egy kicsit ez a kavar itt megkavar bennünket, vagy ez a nonsense dolog kavar meg bennünket, én személy szerint akkor, ha nem ilyen szempontból, de mégiscsak a támogatásra lehet volna fogsorolni, mert amit tényleg láttunk meg, amit ismerünk, akkor nem tudom. Köszönöm. Igen, ez a... Engem is egy kicsit megkavart ez a határidő, hogy akkor van, vagy nincs. El sem kezdődött még, vagy ez a november 30, vagy ez a december 5, picit zavaros a dolog számomra, hogy akkor most hogy is van ez a határidő. Ha valamilyen nagyon megy fel december 5-én, akkor csak van valami határidő, tehát amihez tartani kell magunkat, és nem gondolom azt egy állami oktatási szervezetről, hogy komolytalanul áll egy kérdéshez, hogy most miért nem jutottak információt, ezt nem tudom. Azt sem gondolom, hogy ők a döntésükhez mondjuk ne vennék figyelembe Nyíltelekváros képviselőtestületének a véleményét, mert ugye akár ad abszolútum fel se kell, hogy bontsák ezt a borítékot. Én azért komolyabbnak gondolok egy ilyen fenntartó szervezetet. Azt sem gondolom, hogy ha a Klik nem küldte meg a véleményét, hogy mi nem alkothatunk véleményt, mert nem mondták meg nekünk, hogy mi legyen a véleményünk. Tehát információt. Igen, hát és van elnézést. Igen. Ödön szabály. Olvasnál. Szerintem ide ez ki lett írva, hogy... Az ötvekedés, 83 ütött. Nem bír már elnézésedre lesz, hogy nem vélemény, információt kell megküldjön. Igen, mert speciál nem érdek valaki véleménye, ki tudok én alakítani saját véleményt, de gondolom, hogy mindenki ezt így gondolja. De ugye valami miatt ez a szervezet nem küldte meg ezt az információt. És én azon gondolkodok, hogy én arra jutottam, hogy muszáj-e nekünk egy ilyen szikár, másfél soros mondatban elintézni ezt az egészet. Én a magam részéről legszívesebben valami olyasmit írnék ide, hogy az változatot támogatva, egyeszem első szemében mondom, mert ez az én véleményem jó, és akkor biztosan többet nem értetek vele egyet. Tehát, hogy az a véleményem alakult ki, hogy támogatom Orbi Szilvia ismételt 5 évre szóló intézmény vezetői megbízását. Én azért egy kis szubjektumot belevinnék a dolgokba, mert ez most nincs benne, hanem úgy folytatnám röviden, hogy az indokaim rövid összefoglalva a következők. A tantestülete támogatta. A szülői munkaközösség a bizottsági ülés összefoglalat hallva támogatására biztosította. A működésének az első 2,5 évében mind a fenntartói, mind a működtetői jogokat az önkormányzat gyakorolta. Ez alatt az idő alatt érdemi kifogás sem az igazgatói szakmai munkáját, sem pedig az intézmény vezetői, mondjuk gazdálkodói munkáját nem érte. Legnagyobb sajnálatunkra nem rendelkezünk a Klik szakmai információival, de jelzésértékűnek tartjuk azt, hogy 2014 évben a Borbély Szilviát a Klik az előbb idézett kitüntetésben részesítette. Emellett az igazgatónő a város közéletének hatékony, aktív
közéletében hatékony, aktív, pozitív szerepet játszik. Volt. Én egy ilyen bővített mondatot írnék, aztán nagy elvalóság, vagy nem, vagy figyelembe veszik, vagy nem. Én örülök neki, hogy ilyen sok vélemény, illetve mindenki úgy érzi, hogy hozzá kell szólnia. Ez egy picit azt jelenti, hogy akármilyen törvény is van, nem akarok ilyen törvényeket hozni, de akármilyen törvény is van, egy közösség, egy település közössége igenis fontosnak tartja, hogy a település iskolájáról véleményt alkosson, az iskola vezetőjéről véleményt alkosson, akkor is, ha akármilyen törvényt hoznak, vagy esetleg semmi közünk nincs hozzá, ezt valahogy a közösség lelkülete picit, ezt az oktatási intézményét mindig magának fogja érezni. És én úgy gondolom, hogy ez így is helyes. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, a magam részéről nagyon köszönöm ezt az összefoglalót, szerintem nagyon jól illusztrálta azt az elmúlt 4 éves munkát, amelyet az igazgatóasszony végzett a településen, nem csak az iskolai életben, láthattuk azokat a számadatokat, amelyek hiteles, tényszerű eredményekre mutatnak rá. De az iskolán túl részt vett a közművelődésben, a kultúrában, a nyíltelepi sportéletben, tehát holisztikus szemléletmóddal úgy gondolom, hogy nagyon sokat tett a településért, és azt gondolom, hogy ilyen intézményvezetőkre van szükség. Számomra az, hogy a klik kitüntette, ugye fontos kiemelni azt is, hogy 46 intézményvezető közül 10 részesült kitüntetésben, és ebben a szűk elitben benne volt a településünk igazgatója is, és erre én személy szerint büszke vagyok. Úgyhogy magam részéről mindenféleképpen támogatom. Azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy a pedagógusok, tehát azok az emberek, akik nap mint nap tartják vele a kapcsolatot, és a legtöbb információval rendelkeznek a személyéről, 78%-ban támogatták. Most a bizottságból is azt az információt is megkaptuk, hogy a szülői munkaközösség is támogatta. Én a maga részéről mindenféleképpen támogatom. Köszönöm. Hogyha úgy nézzük, abból indulok ki, amit Attila itt felsorolt, ez nekem nagyon tetszett ez a kiegészítés, de ha úgy nézzük, hogy arra alapozzuk a döntésünket, hogy 2,5 évig az önkormányzat volt a működtető, fenntartó és minden, akkor is jogszerűtlen, ha úgy szavazunk, hogy vagy azt a véleményt fogjuk továbbítani, hogy támaszkodva az első 2 évre és erre a kitüntetésre nem ismerjük ugyan a klik jelenlegi véleményét, de mégis mi különjük, vagy véleményt írunk, illetve fogadjuk a javaslatot. Ha így nézzük jogszerűtlen, ez a kérdés. Nem a klik véleményre van. Információ. Tehát, most tényleg nem szeretek jogszabályt felolvasni, de a lényeg ennek az, hogy a fenntartónak vannak ezen jogszabály szerint kötelezettségei. És csak a hitem most a kötelezettségei. A fenntartó a klik. Azt mondja ez a jogszabály, a 3.-4. bekezdésben meghatározott vélemény, itt van, kialakításához minden olyan információt, nem véleményt, nem érdekel engem a klik véleményet, tényleg téged sem annyira. Ugye? Információt, ami leghozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkező részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre áll. Tehát a fenntartó fog dönteni, mi itt asszisztensek vagyunk, úgymond, abból is a kisebb hatáskörrel rendelkező véleményezési joggal bíró asszisztens. Tehát én azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha most úgy tekintjük, hogy ő a fenntartó, mert ha mi lennénk a fenntartó, akkor meg lenne osztva el a fenntartó jogosultság, akkor ketten választanánk. Hogy ketten döntenénk abban, hogy ki lesz írva, nem lesz kiírva. Vagy ketten döntenénk abban, hogy ki lesz a iskolai igazgató. Mondjuk azt, hogy mi voltunk fenntartók, én azt mondom, ez a helyesebb, de most nem vagyunk fenntartók, mint volt fenntartónak vannak információink, én ezért javasoltam azt, hogy bocsássuk akik rendelkezésére, ezeket az információkat, ha
rendelkezésre áll neki ez az információ, akkor azt mondja, hogy köszönjük, de már megvan. Ha meg nem áll rendelkezésre, akkor kapott többet információt. Tehát itt nem az a probléma, az a problémám az egésszel, és én továbbra is azért állítom, hogy jogellenes lesz a mi véleményalkotásunk, mert nem ismertük meg a CLIG rendelkezésére álló azon információkat, amelyek alapján ő dönteni fog. Na most itt látom, hogy, hogy úgy érzékeltem, még mondhatom, mert Alikon körülbelül ennyi volt a kérdése, már hogyha itt magam hozzáadhatnám a szót két gondolat eléjéig, tehát Magyar László alkotmányos körülményes képviselőtársa úgy látom, az okon vette azt, hogy én véleménynek minősítettem az ő írását, de azt én nem tudom másképpen minősíteni, mert nem tudom, hogy az előterjesztő. Az előterjesztő a én? Okay, tehát az azért mondtam, hogy ez olyan vélemény, mint amit én itt mondok és leírtam volna, hogy szerintem ez jogszabályellenes lesz. Tehát én azt gondolom, hogy az mégiscsak egy ilyen képviselői vélemény, mert nyilván a többet információval rendelkezem, mint én, de én nem tettem részt ilyen vezető érdekezleteken. Én hozzám minden információ, mint képviselőtestület kapott. Nem érte, amit te hozzád elért. Én szóval, hogy te ott leírtél, leírtál a véleményt, megküldtetett adatokkal, hogy valóban mondtam, hogy nem. Én azt mondom, hogy az a te véleményed. Én is csináltam nem egyszerű, az, hogy a véleményemet mellé tettem a jegyzőkönyv mellé, hogy az a biztos, ami ott van, mert az biztos, hogy nekem. Tehát, mondom még egyszer, nekem változatlanul ez a problémám az egésszel, és én azt gondolom, hogy nem egy olyan határidő ez a határidő, mert ha most gondolkozunk, hogy hozzam fel azt észre, ha én lennék annak az embernek a helyére, és mindig nem akarok bántani, aki nekünk megírta az ő levelét, azzal, hogy tájékoztat bennünket, hogy egyetértési jogunk van, ott mi tudjuk, hogy nincsen nekünk ilyen jogunk, és ő megkapna esetleg, úgy látszik, hogy nincs arra reális esélye, hogy nézem itt a véleményeket, megkapna egy olyan önkormányzati döntést, hogy álljon meg a menetelek. Hát nem adták ide azt a információt, amely alapján nekünk ki kell alakítani a döntésünket, és a mi határidő még el sem kezdődött, nem volt lejárt. Ha, vagy szokták mondani, megvan a magához való esze annak az embernek, az nem fogja mellé tenni az anyag mellé a mi döntésünket, hanem egy-kettőre kapja magát, és ahogy szokták mondani, lóhálalában rendelkezésünkre bocsájtja az információkat. Na most, ha nekik azért nincs információk, akkor viszont nagyon szomorú lennék, mert azt mondod, hogy itt nem áll rendelkezésre. Biztos információ azért nem bocsájtották a rendelkezésre. Én arra gondolok, hogy ez nem így van, mivel az előterjesztésben az van benne, hogy ne vegyek ezeket az információkat, csak november 30-a után. Én magam részéről azt mondom, hogy ki tudom várni, nekem nem sűrűs, de hagylásak információt. De egyébként, ha meg nincsen információja, akkor meg már igen rossz, mert akkor információ nélkül dönt, csak hogy a térjét vagy a vasár valaki, hogy na most akkor feldob egy élmét. Azért ezt nem tudom elképzelni. Amellett sem, hogy ilyen levelet kaptunk. És tényleg elvizet nem akarom még kétszer elmondani, amit egyszer elmondtam. És aki ilyen levelet ír, az vajon? Az megérdemli, hogy ilyen döntést kapjon, hogy ember nem adta meg nekünk a törvényes információt. És ez akkor elszégyeli magát? Vagy elszégyeli, vagy nem, az már legyen az ő problémája. De hogy én azt gondolom, hogy ha esze van, akkor ilyen döntést nem rak mellé, már pedig egy önkormányzati véleménynek ott kéne, hogy legyen, de nem gondolom, hogy helyi szinten fogják ezt így eldönteni. Én azt gondolom legalábbis. Megkockáztatom azt a kijelentést tenni, hogy a mi képviselőtestületünk, testületünk tagjai sokkal pontosabb és hitelesebb információval tudnak szolgálni, mint a CLIG. Hát annál is inkább, hogy ha egy felkéréssel a CLIG elzárkózik az információadástól, akkor egyáltalán ugye a CLIG-nek a munkája is megkérdőjelezhető. És a másik dolog, hogy ha ez november 30-ai után csúszna ez a véleményezésünk, tehát ott nem lenne már 15 napos határidő, hogyha december, amit fel kell küldeni. Én azt hiszem, hogy mi most sokkal jobban és hitelesebben ismerjük Borbély Szilviát, munkáját a elmúlt 4,5 évből, és amellett, amit itt láthattunk is a bemutatáson,
amellett a személyes kapcsolatok, személyes tapasztalatok, azok ettől még többet mondanak. Tudjuk azt, hogy amikor ő átvette az intézmény vezetését, nem igen volt olyan egységes a két tagintézményben, akár a tantestület is. Szerencsére attól kezdődően úgy néz ki, hogy helyreállt a rend, egység van. Hát nem beszélve arról a sok rendezvényről, amit szerveztek, amin dolgozták. Tehát minden önkormányzati rendezvényen kivették a részüket. Az a rengeteg pályázat, az a sok nyertes pályázat. Tehát én példaértékűnek nevezem azt a magam részéről, amit Urbini Babész Lívia az elmúlt 4,5 évben a településünkön tett, és ismét azt tudom mondani, hogy szerintem a képviselőtestületünk tagjai sokkal több és fontosabb információval rendelkeznek, szerintem, mint a ti, és ezért én úgy gondolom, hogy én felelősségteljesen tudok abban dönteni, hogy a véleményemmel az egyes számú határozatot támogatom, tehát a Urbini Babész Lívia megbízatásának meghosszabbítását. Köszönöm szépen. Nincs ja, Ávon. Ja, Ávon. Ávon. További hozzászólás, észrevét, egy tűn mondok, hát jövőben a szó a kérdésnek, hogy ez módosító indítvány volt, amely én ezt támogatnám. Hogy... A bővített mondat? Én akartam is szólni, hogy, hogy én rá is akartam kérdezni, hogy ragaszkodtok-e, illetve nem is tudom, hogy most kérdezzem, vagy ha eldöntöttünk. Tehát, hogy akármit is döntünk, hogy, hogy akkor ragaszkodjunk ehhez a szikár mondathoz, vagy tegyünk hozzá, tényleg csak slágvortok van, tehát mert úgy sem biztos, hogy végigolvasnak ötken több sort, hogy mi alapján hoztuk meg a döntést. Én azért mondtam el azt nektek, hogy egy személyben kellene írnom, akkor én egyes szám első személyben azt a mondatot írtam volna. Ez egy javaslat, vagy egyesítő indítványát kérdeztem. Akkor vegyék meg úgy, hogy ez egy javaslat, hogy a döntésünkhöz tegyünk hozzá egy pici indoklást, bármelyik verziót is választjuk. Akkor ezt egyébként itten módosítom. Tehát értitek, érzem, hogy... Négyes számom. Hát, jól értem. Ez a kiegészítés. Köszönöm. Hogy ez ő fogalmaznál meg, hogy jövő szabadon? Kérdés képviselő. Teljesen kérdés. Nem akarom átulni a kérdés, hogy prága jegyzőm vagyok. Segítvén az elnök úrnak. Igen. Hát igen, azt mondja. Tehát az A-nak az eleje, azt mondom mindjárt, hogy volt, ugye? Tehát akkor az A-nak az elejétől, vagy kicsit testet azt mondjuk, amit alakítja ki, hogy támogatja Urbini Babész Lívia ismételt 5 éve szóló intézményvezetői megbízását. És akkor azt mondja, hogy indokaink összefoglalva a tantestület támogatta, az igazgató azt mondta, a szülői munkaközösség támogatásáról biztosította az intézményvezető asszony. A működés megkezdés első két évében, ugye amikor az önkormányzatunk volt a fenntartója az intézménynek, sem a szakmai, sem pedig a gazdálkodás munkával kapcsolatosan kifogás nem merült föl. Nem rendelkezünk a klik szakmai információival. Őszinte sajnálatunk. Őszinte sajnálatunk, ha nem rendelkezünk a klik szakmai információval,
de jelzésértékűnek tekintjük a nevelős-oktató munkáját, kiváló nevelős-oktató munkáját, ez jó lett a kitüntetést. És tovább a hatékony és aktív szerepet játszik az iskolai igazgató asszony a közéletben. És ennyi. És ezzel a kiegészítésem, mint véleménnyel. A munkaközösségnek kell most véleményezni? Nem, mert egy kérdés van, csak van. Az nem baj, de ha van, akkor beleírjuk. Valikó említette, hogy ahogy az ügyenség... Beszerezte a közösségnek. Tehát ez olyan szempontból nem releváns, igen, tehát a közösségi élet sem releváns, csak egy plusz dolog, hogy miért gondoljuk. Tehát én ezt, és akkor egy picit életszerű, kicsit nem ennyire bürokratikus másfél mondtad, hogy küldünk el, hogyha emellett. És benne van a bírálat. Az A kiegészítése, ez csak a kiegészítéssel berakása jó, tehát az A mellé. Tehát aki ezzel a kiegészítéssel az A, tehát aki ezekkel a mondatokkal az A kiegészítés így fogadja el az A-t, mint előterjesztés. Most kérem akkor a képzősöket határozni. Nem. Ki az, aki? Nem. Ki az, aki tartózkodott? Hát igen, elfogadtam. És hogy most a döntésről. A testeti döntésről, tudod? Nem jöttél, kivet szálljátok. Mit tudni kell? Csak ami nincs itt. Nem akarsz megszerni, tehát a módosító indítványt először. Tehát a módosító indítványt szavaztatok meg. Hatilán, az elsőhöz volt egy módosító indítvány. Nem akarok én edző lenni. Ne, ezt mondtuk. És ezt elfogadtuk. Most nem fogadtuk el. Vége a szavazásnak. Mert meg van szavazva. Attilának a módosító. Ezt én nem tudtam, hogy mennyi lesz. Tehát most jött ki az eredmény. Tehát most van meg... Attila az első, jól tette? Én van az A-hoz. A ponttól kiegészített. Tehát ez egy új variáció. Jó, ez a mondjuk a D is. Nyilván először a módosító indítványt kell szavaztatni. Tehát elfogadták a módosító indítványt. Igen. Meg van szavazva. Igen. Most gondolod, hogy a módosító indítványt elfogadta a testület többség a módosított részét, és utána meg a B-t fogja megszavazni? Ez döntés volt, most döntés de volt, a negyedik verzióról volt szerintem ez a döntés meghozva. Most, amit Attila előtt eljött. Én így gondolom is. De mindegy, lehet szavazni. Egyébekben valakinek valamilyen... Akkor én csak tájékoztató jelleggel elmondanám, hogy a kóban, ha megbeszéltek valamilyen történik a csomagoknak az összeállítása, kaptam egy nyitócsomagot, nagyon-nagyon jó volt, nagyon szépen össze volt rakva, árérték arányban is szerintem nagyon jó. Annyi még, egy ilyen kérdés lenne a képső testület irányába, hogy készítenénk egy ilyen képes lapnyi köszönőt, vagy kellemes ünnepeket kívánt, és abban szeretném, hogy minden képviselő ezt írja alá, mert ugye nem én adom ezt, hanem a képviselő testület, illetve nyitott önkormányzat adja ezt. Én úgy gondolom, hogy itt mindenkinek a nevének szerepelnie kellene ezen a köszöntőlapon. Kellemes ünnepeket, Attila is megcsinálja, és akkor ott is van. Ott vannak a mintát.
Tehát akkor ezeket használhatjuk. De ez csak más a testben. Két minta nincs. Lehet azt is, csak... Három. Köszönöm a bizottságunk kezdeményezésére, tagjának kezdeményezésére, hagyományok szívvel szeretnénk megszervezni. Tehát tudod, megbeszéltük az év sportolója cím átadását, ezt a egyeztetés alapján december 15-én, hétfőn, 17 órától, hogy szívó lenne. Két témakör, amellett, hogy átadjuk az iskolás sportolójákat, a kosárlabda lenne egy kicsit most kiemelve, azoknak a prominens személyét hívnak meg, a szerdai család, meg a Zsoldos, nem pontosan eltúlik a nevét, de lényeg, hogy MV-s kosarasok voltak, emellett erről a könyvből egy pár gondolatot szeretném megjelenteni. Ennek a szervezését hagyományok híván a kulturális szakemberünk tenni, meg vagy őt csinálnám meg, amely kis ünnepség keretében átadnánk az okleveleket, és kezdjük valamint egy rövid kis kocikás. A testet tagjék is nem szeretettel látjuk. Jó, rendben. Van egy kérdésem, Fogánstól. Van valami információ arról, ha te tisztán válaszolni tőled, és jól bárkit valaki tud válaszolni. Van valami információ arról, hogy mi lett a sorsa annak a kis pénzecskének, amit odaadtuk a sportkő részére a második fél éves működési támogatás címén, és beletnyújtva a pályázathoz, az azt számla, akkor kérdezem. És van már erről döntés? Mi történt az alapénzzel? Rendeződött már valahogy annak a szerelésnek a sorsa, amire részben fordítva lett? Mert a jó tudom szívéig használják, csak ugye tulajdonjog, rendezve lett már? Így van, ebben elindultunk, ebben is egyeztettünk, vagy egyeztettünk igazából a sportegyesületnek az elnökét azt nagyon nehezen tudjuk elérni és rábírni arra, hogy aláírásával hitelesítse az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. De aztán itt az egyesület bejegyzett elnöke tessen reméljük, hogy ezt meg fogja tenni. Átnézek mi is így. És ez akkor jogszerűen és jogosan is a megérdemelt helyre kerül a DS az önkormányzathoz, és majd az önkormányzat cselekszik belátása szerint egy méltó személynek fogja ezt átadni. Nem van egyszer azért ez a dolog, mert ugye érdeklődünk, hogy az MLS-nél is, hogy mi ennek a sorsa, mert azért ez a pénz valamilyen szinten el lehet költve, ez bele költve úgy, hogy ez a jogszabályban elő van írva, csak még a visszajelzést így nem kaptuk meg, úgyhogy és akkor leszek én egészen nyugodt, hogyha előkerülne az a 700 000 forint vagy x összeg, amit a volt sportvéjának itt tartozik, tehát azért van ennek a egyesület, volt egyesületnek egy pár nyitott kérdése. Én nagyon bízom benne tényleg, hogy még ebben az évben ezt be tudjuk szerezni, hogy információkat be tudjuk szerezni, és utána, ha nem, akkor itt jönnek a jogi kérdések, hogy milyen lépést lehet tenni, mert azért lehet képzelhető az is, hogyha nem fiúk talán a napkorot, és a napkor másképp fog nyilatkozni, azért ennek egyéb jogi dolga is lesznek. Abba bízunk, hogy meg lesz, és akkor a felszámolás, mert előbb az fog elindulni, akkor nem lesz még tartozás, akkor nem lesz probléma. Nem lesz, meg lesz rendezve, akkor itt komoly probléma. Ajánlom, hogy figyelembe, hogyha itt megyünk bele a 28. órába, mert ez már körülbelül az, ahol nagy-nagy baj lesz a mi részünkre. Ugyanis jön a felszámoló, bekapog és ráteszi a kezét a vagyunkra. Szevaszta az onnantól, de nincs semmi telező előbe részesítés. Tehát szerintem nem nagyon kérnék. A legeső lépés, hogy átadni az önkormányzatra ezt az időzőt. Ez a legfontosabb. Nem nekünk dolgozik. Administratíve is ezt megoldani, hogy átkerüljön akkor a legeségre. Hivatalosan megkérem. Tulajdonképpen már hoztunk is ebben döntéseket. Hát hoztunk ki a döntéseket, csak végre kéne hagytani. Jó. Akkor ebben beszélünk. Így van, megtárgyalás, hogy a jövőre se lesz értetni. Most egy olyan héten teljesen. De rendezzük, mert ezt csak én is akkor, hogy a nyugodt hiában
úgy gondolom nincs közöm hozzá, de azért volt képviselőként is, meg egyesületben teljesen is fontos, hogy ebben rendezőben, mert ettől felül én is úgy látszom, hogy valaki rátenni, akkor díjesebb tudsz értelni, hogy ott fogsz ezt nyomni. Hát azért azt reméljük, hogy nem, de... Jó. Még egy mondatot szeretnék más témában. Ha már bizottságülésen elmondtam, a Lidl-től megérkezett az MVH-tól a önkormányzat felé a kifizetési kérelem helytadó határozata, vagyis az idejévi városnapi pályázatnak az elszámolásáról szóló határozat. Befogadásra került és kifizetésre fog kerülni. Pénzen kapcsolatban csak ilyet tudunk. Ja, amikor, hát november 17-én volt még az a határozat. Látudtálják az ő kormányzatnak? Látudtálják. Köszönöm. Igazolatlan távol. Még kivel